your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Open your eyes. It's time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Az a bájos kacaj, amit a háttérben hallanak, igen, a kedves hallgatók. Ez a dombi nem váltó műtét után. Van, gyerekek, nagyon sokat dolgoztunk, hogy nálunk derüljön ki, nálunk szólaljon meg először, de hát ő nem vállaltam, hogy lehet, hogy az elkövetkezendő napokban jön. Van egy nő a mi életünkben, akivel gyakorlatilag már nagyon régóta összefonódtunk mi a televízió képernyőjén keresztül. Aztán történt néhány héttel ezelőtt egy olyan reggel, amikor ő többet magával itt volt nálunk, és akkor úgy éreztük, hogy a többiek elnyomják őt, tehát kell nekik felületet adni, illetve a Jani gyakorlatilag múlt hét közepe óta bögdös, hogy ha te nem jössz, akkor ő se jön be soha többét, mert hát ugye elmondtuk ezt a múltkori találkozásunkkor is, hogy van egy nagyon komoly, hát hogy is mondjam, vonzalom az irányodban, én meg egyszerűen imádlak, kis Ravala! Szervusztok, sziasztok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Nagyon szívesen, tényleg nagyon szívesen tettük, az a baj, hogy Vili bácsi annyira elnyomottam múltkor, érted, hogy egy falatot nem kaptunk. Nagyon jó arc az öreg. Igen, abszolút, egyetértek. Jó arc az öreg, csak sokat beszél. Jó ide jó. Mondjuk egy rádió, az nem probléma. Igen, ez nem olyan nagy gond belőle, hogyha jönnek az magvas gondolatok, és ezt megtette vele a múltkor. Meg, abszolút, igen. Mondtad meg, hát az a valljuk meg, az egy kicsit ilyen promóciós jellegű anyag volt. Persze. Ugye? Szívesen meg minden, de hogy... Már amikor amikor itt voltunk, igen, mi, igen, promóciós volt, hiszen ugye Barátok közt 8000. epizódját reklámoztuk, de ennek ellenére... Már ez meg is van, kis pipáltok, igen, már piros kész meg volt, igen, köszönjük. De ahogy láttátok meg, szerintem a hallgatók is hallották, hogy egy jó kis csapat volt, tehát nem megjátszottuk magunkat, ja, hanem ez a valós beszélgetés volt. Hogy ti jól érzitek magatokat együtt. Hát, hogy itt nem egy ilyen kényszerű, hogy mert ott áll egyébként a producer hátul szúros tekintettel és néz benneteket, és rátok erőltet, hogy igen, ti szeretitek egymást, miközben mindenki utálja a másikat, mint a retket. Igen, jó, mondjuk velünk is nehéz normálisan beszélgetni, tehát a klasszikus promóciós beszélgetés miatt nem ide jössz. Jó, mondjuk senkit nem kellett felteni ott a csapatból, mert azért mindenki tolta a hülyeséget. Na és milyen volt felkelni ilyen korán? Igazából általában azért hozzá vagyok ehhez. Kávé, teát, szemránckrémet? Szemránckrém az már megvolt reggel, és most egy jó kis tea, kávéval nem élek, de azért nekünk ez nem idegen, mert minden nap héttől forog a stúdió a Barátok közt, este 9-ig, úgyhogy hozzá vagyunk szokva a reggeli keléshez. És amikor egész nap bent állsz a szedben 7-től 9-ig, ha mondjuk olyan van, vagy ugye annyira rövidek nálatok azért a jelenetek, így eléggé dobálózós a sztori. Igen, mert ugye nem időrendi sorrendben haladunk, hanem össze-vissza vannak a jeleneteink, meg általában nem minden jelenetbe kell az összes színész. Aha. Gyakorlatilag, de van olyan nap, hogy 12 órázunk, van olyan, hogy 6 órázunk, van, hogy csak 2 órára megyünk be, változó. Na, csak a közben ott elkávézgattok, Vili bácsi bordalokat énekel. Én voltam, bocsánat, gyerekek, én voltam Vili bácsi koncerten, így mondta Vili bá maga, hogy... Mi csinál, énekel vagy zenél? Énekel, bordalokat. Tehát a bordalat, ezt kell érteni, ő írta a dalokat. Igen, de most már, hogy itt bepromoztuk, teljesen várjatok nekem, hogy kijön egy új könyv, vagy nem tudom, valamit mindjárt kitalálom. Ez még 10-ig belefér. Amikor a sajtost fölhívtad, a sajtóst, ugye szépen, így mondjuk szépen, nem a sajtost, hanem a sajtóst, a pirost fölhívtad, hogy jönnél ide, igen, akkor volt ellenállás, hogy normális vagy ezekhez? Nem, képzeld, ellenállás nem volt, igazából annyi jó tanács volt, hogy ha lehet, akkor politikai kérdésben ne foglaljak állást, talán nem, de igen, ezt beszéltük is, hogy ti nem nagyon szoktatok politizálni, illetve annyi, hogy amiről nem szeretném, hogy a elkövetkezendő napokban a média, a sajtó az beszéljen, akkor azt próbáljam visszafogni magam. Mi a jel? Akkor beszéljük meg. Tehát föltesszük a kérdést Janiból, vagy belőlem kitör valami, akkor mit csinálsz? Erről nem akarsz beszélni. Jó, de csendben nem lehetsz. Hát nem leszek csendben, dehogyis. Hát válaszolok, hogy hú, ez tök jó ez a kérdés, és aztán megpróbálok terelni. Beszéljünk meg valamilyen ilyen konkrét a kommunikáció. Tüsszentés. Így van. Jó, oké, a tüsszentés az jó.
tüsszentés. Jézusom, egy ilyen kamu tüsszentés. Nem is lesz Bornagy Mária színi tanodás. Sok a szemét. Itt te oda jártál? Nem. Oda sem. De az jó, vagy rossz? Ha valaki azt mondja, tessék. De legalább tudod, hogy itt baj van. Várjál, most mondjuk kezd megtetszeni. Egyiket nem rossz. És mivel színésznő szépen tüsszentünk. Mi kamu tüsszentenénk, de arra mi meg jól csináljuk. Na, várjál, akkor próbálj, tehát, próbáljuk ki, hogyha valami kellemetlen sztori jön be, akkor mi jössz ezzel a kamu tüsszentéssel. Figyelj, mi van a volt barátnődnek a pasiával? Konkrétan 5 perccel ezelőtt. Szia. 5 perccel ezelőtt közöttek velem, figyelj, Rami, ez nem lesz téma, ne aggódj, nem lesz téma. Megírták. Ez a tudod miért? Én mindig azért nem értem, amikor egy ilyen témát bedobnak valakinek, és azt mondja, ha azt mondod, hogy nem akarsz már róla beszélni, mert elmondtad, amit akartál, akkor azt megértem. De hogy egyébként ez pont az a fórum, a mi kis 2 milliós hallgatótáborunkkal, akinek elmondhatod, hogy gyerekek, A. nem úgy volt, B. Uh-huh. úgy volt, elszúrtuk. Ezzel egyetértek egyébként teljes mértékig, mert hogy ez a legtisztább, amit itt lehet mondani. Csak azokkal szemben nem biztos, hogy korrekt dolog, akiknek az elmúlt 2,5 hétben folyamatosan, akikkel együtt dolgozom a 14 éve, és nemet mondtam, hogy ne haragudjatok, de nem, mert magánéletről nem. És akkor most hozzátok ide, eljövök, és azt mondom, hogy most elkezdek. De most te nem igen, vendég nektek... vagy, te most egy sztár műsorvezetővé avanzsáltál, és mi abból élünk, mondjuk hogy Balázs helyett egyébként. Hát, te figyelj, ez minőségi cserés. Elég jó érzés, igen, a Balázs munkájára. Ahogy érzem, ugye azt a parfümöt használjátok. De nem te vagy férfias. Figyelj, mi abból élünk, hogy az életünket meséljük el. Így van. Tudod? Abszolút tehát, értem. Ismered a műsort, ami velünk történik. Na jó, hát ha leszerződtettek, szívesen bármiről. Ahhoz valamelyiket ki kell rúgatni. Csakalóvé. Én már megyek is. Szevasztok. De hogy is, nem a pénz miatt, miattatok. Te szereted ezeket a Barátok köztön kívüli megnyilvánulásaidat? Tehát lubickolsz, érvezed, mondjuk a gyertek át szombat este? Nagyon. Azért ez egy jó, azért jó dolog, hiszen ugye a Barátok közben a nézők minket karakterként látnak. Egy írók által megírt valakit megformálunk, akik nem mi vagyunk, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy az emberek kicsit jobban megismerjenek minket, és lássák azt, hogy mi kik is vagyunk valójában. Úgyhogy igen, én biztosan. Ráadásul azonosítanak is vele csúnyán egyébként, ugye pont a múlt héten volt nagyon sokan. Rossz esetünk ezzel a házleégéssel kapcsolatosan. Mi történt? Ja, nálunk, hát amelyet az a házleégés. Igen. Zsófi. Szóval Timikével történt egy probléma, hogy leégett a házak, és akkor igen. Persze jöttek a mindenféle nagyon jó indulatú kommentek, és köztük voltak olyanok is, akik azért verték el rajtuk a port, meg azért mondtak, hogy intettek be, hogy na majd ők nem fognak segíteni, mert segítsen rajtuk, az RTL elég pénzt kerestek, mert hogy amúgy is akkora szarkeverő volt a Timike. Tehát, hogy azért összemosodik egy picit a valóság. Hát, rám kihívták a zsarukat egyszer. Jó, de mondjuk bulisztatom rendesen. Nem, eltűnt Zsófi a sorozatban, képzeljétek el, és kimentem a Lehel piacra vásárolni, és a kofák cukik voltak, de telefonáltak a rendőröknek, hogy meg vagyok, és kijöttek. De igen, és kijöttek. Nagyon hangos volt a nyitott ablak, mert ha megfordulsz, mindig a gangra néz a fejed. Én járok a Lehel piacra, de ott azt hittem rendesebben vannak. De rendesek voltak, segíteni akartak. Igen, ez számomra még egy picit mindig fura, hogy így rengeteg ember azonosít minket a karakterünkkel. Picit, nem is tudok. Igen. Jó. De szombat estében egyébként tényleg van lehetőség az embernek arra, hogy ez előjön, és egyébként jó is vagy. Eredetileg én azt gondolom, hogy a szemben tudjuk, hogy eredetileg furta Jani. Igen, nem, igen, azt tudom. Az Ábelentet akartuk hívni, csak ő nem ért rá. De nem. Szerintem nőkre nem jellemző, hogy igazából nagyon szórakoztatók, nagyon lazák, nagyon flottak tudnának lenni egy ilyen típusú műsorban, mert azért a pasik elég maszkulinok, meg eléggé elnyomók, meg eléggé rá tudnak telepedni, de neked és az Anitának sikerül. Mert befeszül, igen, a nő szerintem könnyebben befeszül egy ilyen sztoriban. És pedig a legnagyobb titok az ez, amit most te hozol, hogy leülsz ide, és beszélgetsz két emberrel egyébként, mintha elmentünk volna valami helyre. Igen. Képzétek el erre, bocs, hogy a szabadba vágok, Feri. Nagyon érdekes. Adunk magad kanalat, mert igen. Nagyon szép hosszú az ujjad, egyébként már rég kiszoktam. Az a keveri? Tényleg?
Laci, anyuvaj, tényleg, a ne égess már be bennünket, kérlek szépen. Most már úgy érzem, hogy megéri, tehát hogy ha nem jött volna be, akkor azt mondom, hogy adjunk neki kanalat, de nekem úgy tűnik, Laci, de nem most, de elég, ha lenyalogatod, mint ahogy szoktad. Na, jó. Nagyon vicces egyébként erre visszatérve, hogy azt mondtátok az előbb, ugye, hogy kevés az olyan nő, aki feltalálja magát. Ó, köszönöm, megérkezett a kanál. Egy kanál. Köszönöm. Na, parancsolom, kipanolom. Kevés a nő, aki feltalálja magát ebben a helyzetben, vagy nagyon meg akar felelni. Most nem olyan régen kiugrottam 4215 méter magasból, egy ternyővel, és képzeljétek el, az oktató... Hazajött a barátnője? Akivel ugrott... Elég magasan lakik a fiú, ez hogy tény és való. Ez borzasztó. Szóval azt mondta az oktatóm, hogy általában odafönt a pasik szoktak bepánikolni, igen, vagy hányni, vagy hisztizni. A nők csöndben vannak, és nem pánikolnak. Ó, és akkor így vertem a mellem, hogy ó, de jó, király, mi vagyunk a kemények, és mondta a srác, hogy felejtsem el. Uh-huh. Ez nem azért, mert hogy a nők keményebbek, hanem a nők hozzá vannak szokva, hogy ők azt csinálják, amit mondanak nekik, és ezért fönt is működik ez a rendszer. A férfiak pedig ugye a nagy ős emberek, igen, meg akarja mutatni, és ettől bepánikol fönn. Úgyhogy szerintem inkább általában, ha mondhatok ilyet, ami szerintem jó, mielőtt még a nők ezrei nekem esnek, hogy mi azt csináljuk, amit a férfiak mondanak, de hát valahol azért ez a normális szerintem, hogy a gyerteket szombat estében is szerintem, vagy az ilyen hasonló műsorokban az működik, hogy a nő ugye egy kicsit meg akar felelni. Nálam meg ez elcsúszott valahol, ez a megfelelési kényszer, nem tudom. Hapsis vagy belül? Picit igen, szerintem a apukámból több van bennem, mint anyuból, de nem baj, próbálok így érvényesülni az életben. Ha ugye elmondtad, hogy nem nagyon szereted a magánéletet kiteregetni, de akkor nem feltétlenül ez, de akkor önmagadat, tehát van ugye a sorozatbeli szereped, amit ismer a magyar, igen, ember, akkor van egy Zsófink, igen, aki egy szerep. Igen. Ahhoz képest milyen a Ramóna? Az, hogy nem szeretem a magánéletemet kiteregetni, ez nem igaz 100%-ban. Ha én szerelmes vagyok, és nekem van egy párkapcsolatom, akkor én arra végtelenül büszke vagyok, és vállalom mindenhol. Mikor volt ilyen utoljára? Két hete. Azelőtt. Három héttel, azelőtt. Két óráig. Csak itt. De nem akarom, mert a Janinak fáj a múlt, nekem nincs múltam. De ahhoz, hogy jövőtök legyen, ugye, ahhoz nem kell, hogy múlt legyen. Bocsás, hogy azért legalább kapásból tudnék 4-5 embert mondani, akikről tudom, hogy annak idén vagy szerelmes voltál velük, vagy pedig 4-5 embert fizették az italot. És volt egy wellness hétvége is. Nem, az nem én vagyok. És egyszer egy rám bagdalt a zsömlét is. Volt wellness hétvége, de általában én fizettem a pasiknak, úgyhogy. Jó, csak vicceltem. Az bírod egyébként, hogyha te azonos értékű, ez hülyeség, tehát ezen akkor megint ne sértődjetek meg, csak hogy a klasszik szerep ugye az, hogy a férfi van anyagilag elől, ő fizeti a vacsorát, ő viszel moziba, ő viszel wellness hétvégére, te szeretsz följönni mellé ebben? Nem bizonyítani, is. Hogy te egy kemény csaj vagy? Nem, semmiképp. Azt nem szeretem. Szeretem megtartani a szerepeket. Tehát, hogy én otthon szoknyát hordok. És az egy másik dolog, hogyha elmegyünk moziba, és egy randi van, és a srác megveszi a mozi jegyet, akkor én megveszem a popcornt. Mondjuk ilyen, ez itt belefél. Azt szerintem igen. Egy pont, ugye? Aha, igen, nálad egy pont. Mondjuk, de nem szeretem felcserélni a szerepeket. Tehát nekem tetszik ez a férfi-nő felállás. Aha. És hogy én vagyok a nő. Őrület. Igen. Csak a Janinak próbálok kacsingatni, hogy értse, hogy akkor hogy is néz ki majd a jövőnk. Persze. Tehát lehetsz férfi végre. Aha, nem. Oké, vagy kezdem. Mindegy, szerintem. A mozéd is vizethetett. Jani föl tudja ezeket az elveit adni. Na szóval, milyen akkor a Zsófihoz képest a Rami? Rami, milyen Rami? Igazából szerintem belsőre kérdez egy nyilván külsőre. Azt látjuk. Figyelj, Rami 17 évesen felkerült Budapestre, fél évig bírta az acskos kajákat, aztán a mama anya segítségével. Aztán szóltak neki, hogy van két termek is életet lehet, igen, kapni, igen, gázrezsót. Igen, és akkor a telefon a fülön, és fakanál a másik kézbe, és akkor vagy anyu, vagy a mama diktálta a recepteket, és akkor szépen megtanultam főzni. Kicsit korábban jött ez ugye. Mások ez mások is mondják, vagy csak te? Mások is, hál' Isten. Igen. Inkább azt mondom, hogy szeretek főzni, mint hogy tudok, de nagyon, nagyon szeretik az ételeimet, a barátaim. Na, az jó, mert Szél Tamás úgy csak akart velünk most beszélni.
De mocskos vagy. Még egyszer mondom, nem tudok főzni, de nagyon szeretek. Jó, ne, semmiképp nem hasonlítanám magam. Igen, most a Michelin csillagos étteremben üresedés van. Hát, ha kell. Az nagyon rossz volt vidéki lányként Pestre jönni, mert én nem voltam soha vidéki lány, vidéki fiú viszont igen. Én mondjuk nem 17-esen, sokkal később kerültem Budapestre, és én nagyon-nagyon nehezen illeszkedtem. Ért fel a traktorra. Hát a traktor egyrészt lassan, meg az ülőink nagyon sokan dudáltak, hogy menjél már innen te szemét. Na ez a vezetés, fú, minden nap bőgtem. Nem lehet balra kanyarodni, kikészültem idegileg, totálisan. Egy év volt, mire beilleszkedtem. Körülbelül egy év. Nagyon sírtam, amikor apu volt a nagyon nagy... Mi az? De most se hív. Nagyon sírtam. De ez most mi? Ja, semmi. Amikor, hogy igen, mondták, hogy mibe fog fájni a jogosítvá. Akkor nagyon sírtam. Hogy mutat valamit, kislány, és akkor meg lesz vége. Ez szokott lenni. Jó, tehát ha főztél, akkor anyukádat hívtad, ha vezettél, akkor apádat. Nagyjából igen. Ez történt. Igen, és egy év volt, mire beilleszkedtem, és aztán rengeteg új barátom lett, és megszerettem Pestet. Most már semmiképp nem költöznék innen el, viszont az kell, hogyha nem is minden hétvégén, de haza Veszprém nyugiba egy-két napra. Jó kis város. Igen, és akkor otthon lenni anyuékkal, és a családdal. Meg ott van a Balcsi, ugye, az északi parton nőttem fel gyakorlatilag. Úgyhogy volt programigazgatónk, és onnan származik. Bizony, hát nem hibátlan a város, de nagyon jó. Apukám húgának az osztálytársa volt. Ne, te ismered a Tituszt. Én ismerem a Tituszt. Apukám húgának az osztálytársa volt a Tituszt. Nem. Én akkor még nagyon pici voltam. Jó, hát. Nem olyan idős ő egyébként. Van még jövője a szakmám. Csak kuszáról néz ki. Jó, elvileg 7 évvel idősebb, de csak szerintem néz ki. Én ezt nem mondtam, Már nincs itt, már ne fájjon nekünk. Jó? Szóval, hol is tartottunk? Ahogy a vezetés és apukád? Feri, azon már rég túl vagyunk. Tényleg? Igen, de azon már... Jó, érdekeseket mondok. De Veszprémet mondtad, hogy a vidéki lánya. Jó, igen, hogy jó, hazajárni. Nem is tudom, most tudod, ez olyan, hogy mesélj magadról, most jókat elkezdeni mondani. De mondjad a rosszakat, azt mi sokkal jobban jó, szeretjük. Jó, általában mindig mindenhonnan elkése. Ez borzalmas, pénzbírságot kapok mindenhol. Tényleg a forgatáson? Ott is pénzbírság van, de ott nagyon rendesek velem, mert mindig tudom a szöveget, ezért kompenzálnak, és akkor így megengedik, Jézusom, hogy... Jézusom, ez annyira álságos, hogy kapsz büntit azért, mert elkésel, de egyébként ami a feladatod, hogy színésznőként te tudd a szöveget, azért, mert kapsz pénzt. Nem, ez most ebből a felfogásból nézve, oké, rendben, aláírom, jogos, csak gyakorlatilag... az a helyzet, hogy jó, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval, hogy meg ha én forgatok... azon, hogy mit gondolnak rólad a hallgatók. Ja, igen, jó? De nem, igazából csak azt nem akartam kimondani, hogy hú, tök jó vagyok a sorozatban. Milyen, és akkor nem, ez hát ezt de gondolod. Nem ezt gondolom, hanem igazából annyi, hogy ha én forgatok, akkor általában előny van, és ez a cégnek jó, ha végzünk másfél órával előbb. Na, de, és ez így, de nyilván 15 percen nem büntetnek meg, a rendszer úgy néz ki, hogy általában egy órával előbb hívnak minket be, engem másfél órával előbb diszponál. Állnak titokban, és nem tudok róla. Aha. Ez így néz és ki. És akkor mennyibe is akkor le el is késed ezt a más felet? Nem, egy fél órát. Aha. De mi volt életed legnagyobbja, a leghosszabb késés? Nem mentem be. Te soha többet. Két kérdéset kaptál rögtön. Nem mi volt sikerült. Életed legnagyobbja, és hogy mennyit késtél a legtöbb? Igen, azt kellett volna az elsőre is. Na, zenéljük egy kicsit, aztán jövünk még vissza, úgyis konkrét témák, nem tudunk zenélni. Nem, nézd meg, mert kimaradtak a gitárok, meg kobzak, és a ha van zenéd, amit bekommandózol, akkor azt a hírek utára... Nyugtával kicsérde lapot, Ferenc. Csendesen, csak csendesen, nyugodtan, jó? Ugye ma reggel már hivatalosan volt egy, csak egy van. Így van, ma reggel már volt egy zenénk, de azt csak mi ketten hallgattuk meg a Janival, tehát persze, az egy, amit behozol, az majd most így jön. Egyébként a közlekedési infokat várjuk, lehet a Mit Mondóra játékra jelentkezni, ez egy nagyon helyes kis játékra, ami neked mondom, hogy nyilván te ilyenkor még nem szoktál bennünket hallgatni. De én mindig titeket hallgatlak. De jó fej van. Tényleg. Na, jó. Tényleg, komolyan, most reggeli zuhanyzás közben csak titeket hallgattalak. Tényleg? A testedet, és így közben van. A Jani búgott a füledbe. Abszolút. Hát figyelj, meg szerintem megvagytok. Én ma fürödtem, mert tudtam, hogy jön. Szerintem megvagytok a dologban. Itt a Morning Show a Klassz FM-en.
7 perccel múlt el 7:30, azért maradtunk csendben, mert fotót készítettünk, próbáltunk egyetlen értelmes fotót háromunkról a Facebookra föltenni. Laci, megnéztük szerintem... a képet, egyébként sokat hoz rajtunk, Rami. Igen, igen. Hát mi nem a szépségünkről vagyunk, én nem a szépségemről vagyok híres, de így egy optikai tuning van a műsorban. De köszönöm, kedvesek vagytok, de jól néztek. Én most jól le vagyok sülve egyébként. Nem a napozás miatt, hanem a fűnyírás miatt. Laci, azt javaslom szerintem, hogy okozzunk, vagy szerezzünk örömteli pillanatot a Facebook népének, az összeset tett fel. Leposztoljunk ma. Igen. Tehát csak, de csak amikor kapaszkodom róla a székbe, azt is. Igen, aha, azt is. Jó. Van egy olyan, a pánikba esett kislány a két hős megmentővel. Igen. Jó, ez jó. Ez jó, az Balázs széke, van mindenki picit gimbolyog. Jó, Balázs jelzem, beültem a székedbe, egész jó. Így van, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős, ja Istenem, mi lesz velem, ki ez a két hülye, ez az első kép címe. A második pedig a boldog önfelett kislány, aki hintázik a nem tudom, a két igen, édesapja. Igen. Kapaszkodik a láncba. Két édesapja kezében. Talán ez lehet a második címe, és akkor még majd egy csomót csinálunk, aztán meglátjuk, hogy melyik lesz a kedvence a közönségnek. Gyorsan néhány közlekedési info. Jászberény, a Pusztamonostor felől jövőket a Véda után trafizzák, Gyapjas írta. Ja, tehát megúszod a Védát, mert azt most már jelzi az összes készülék, meg tudod, hogy hol van. Igen. És akkor utána belefutsz a tutiba. M7-esen Budapest felé 77-es kilométernél kutya a belső sáv oldalán csatangolt, negyed órával ezelőtt, reméljük, hogy hazaért. Dunapláza előtt sárgán villogó lámpák, 37-es főút Szerencs Miskolc között kamion őzet elütött Miki, Fonyódi lehajtó Pest felé kamion durdefekt, és mindkét sáv tele van törmelékkel. A BKK vonala meg egyelőre semmi, az jó hír, mert hogyha ott van bármiféle hír, az mindig rossz. Úgyhogy az a jó, ha nincs ki. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Figyelme a Szendó? Jaj, nagyon, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, Janitól kaptam egyébként egy sonkás croissant, és egy csokis croissant. Tízig nyitva adjuk a kérdés, hogy ki kell fizetni. Szerintem igen. Csak mondom, hogy 8 éve dolgozunk együtt, nekünk a Balázzsal egyszer hozott a 8 év alatt. Te először vagy itt, és nézd meg, szenyörökben. Nagyon szépen köszönöm. Igen, azt mondta, hogy szeretné, a komfortosan érezném magam. Igen, megkérdezte, hogy van-e gond azzal, hogy stúdióban eszik, vagy összemorzsázik valamit. Mondta neki, hogy Aztán én jövök. Jó. Rami, pénteken hiányoztál a Grease-ből. Tényleg? Igen. Igen, igen, igen. Már igen. Most itt a fölkészültségünket erősítem ezzel. Te benne vagy, aha, a Grease-ben? Igen. Aztán valószínűleg ez az első, most a szerkesztőnk írta, hogy témába hozzon minket. Tényleg. Jobb a színház, mint a, mert nyilván más, mint egy sorozatban szerepelni, vagy bármilyen filmben, ami ugye szalagra kerül, vagy hát nem tudom, mire rögzítenek már manapság. Más a színház, vagy jobban szereted? Mindenképpen más a színház, sőt azt merem mondani, hogy két külön szakma, a szappanopera és a színpad és a színház. Mind a kettőt szeretem. Most, ha választanom kéne, akkor nem tudnék, vagy nem akarnék választani. Hál' Isten, nem kell, úgyhogy egyikről sem mondanék le szívem szerint. A Grease-re visszatérve pedig igen, nem is olyan régen mutattuk be itthon, és... ez mi volt? Hát, hogy örülünk neki. De jó, Istenem, de régen. Én nagyon szeretem egyébként. Még van, mind a mai napig tökre szeretem, mert nagyon laza. Hát nem az én zenei műfajom, de egyébként... Film, tehát a Grease az minden korosztály megmozga. Minden egyes korosztálynak van egy ilyen kultuszfilmje, meg kultuszzenéje, meg kultuszzenekar, meg ilyesmi. Igen, de ez a Grease picit olyan, mintha... Tehát, hogy mindegy, hogy hány éves, hogy elkezdesz rá táncolni, vagy dúdolni a dalokat szerintem. Szerintem. Uh-huh. Én ezt gondolom. Na mindegy, de nem promózva egyébként a Grease-t, hanem ezt így Olivia Newton-John és John Travolta-ra mondom. És igen, a Magyar Színházban játsszuk, illetve most járjuk a szabadtéri színpadokat, csak pénteken a váltótársam volt. És most nem voltál? Ja, igen. Pénteken a váltótársam volt, mert én nem tudtam ott lenni a forgatás miatt. Kérdezem, hogy nézem, hogy feltűnt el? Igen, hogy nem te vagy. Igen, nem kéne itt valakinek jönni egy strófába? De ezek szerint feltűnt, igen. Na most néhány kérdés, akkor még hozzád. Most akkor van palia, vagy nincs? Aha, kérdezi, igen. Igény volna rád. Igény volna rád. Lehet próbálkozni. Gyontázott, hogy egzotikusan dús. De, ó, ezt hol látjátok ezeket? Ezek fejetekben van. Jó, van olyan is. Igen. Én imádom Ramit, nem azonosítom a békás szerepével, de amit Bence kisfiával művel, az tarthatatlan. Ezt gondolom egyszer a szerephez való hozzászólás. Szia Zsófi, nagyon szeretem a karakteret, te vagy a kedvencünk az asszonyjal, nagyon várjuk a jelenetet az esküvőtökről Vili bácsival. Lesz ilyen?
Nem, de hogy is nem lesz, szerintem. Ez most már mindenki arra vár, hogy Vili bácsival ugye mikor bújjak ágyba is, szerintem. Jézus. Mert hogy ő még ugye nem volt még meg nem Zsófinak. Volt meg, de már majdnem mindenki. Így van, majdnem. Tehát Vili bácsin kívül egyébként igen, de most egész jó lány vagyok, leszámítva azt, hogy elhagytam a gyerekemet. Hát Istenem, de ez előfordul mással is. Nem olyan nagy tragédia, azért a kicsit elmarad, majd csinálunk másikat, szoktuk volt mondani, ha valami baj van. El szoktuk mondani a celeb hölgyek, tudom, hogy nem kikéred magadnak, az ismert hölgyekről, igen, hogy az ismert hölgyek ismert urakkal kell, hogy ismerkedjenek meg, és járjanak együtt, meg éljék együtt az életüket. Igen. Te el tudsz képzelni olyan szituációt, hogy az illető nem ismert ember? Hogy egy jó asztalos, így, egy nagyszerű hidegburkoló villanyszerelő. Nagyon... Nem mozogsz ilyen közegben. Ezt szokták ilyenkor mondani. Hát egyébként nyilván az az ok. De igazából a helyzet az, hogy nálam ez a szerelem dolog, ez ilyen meglátni, megszeretni. Tehát én nem nagyon gondolkozom azon, hogy mit csinál, mikor, hogy nekem az utolsó nagy szerelmem, ő abszolút civil ember volt. Tehát, hogy nem volt média szereplő. Az a helyzet, hogy én nem az alapján választok férfit az életemben, hogy mi a foglalkozás. Tehát simán előfordulhat, hogy mit tudom én, bent a színházban valamelyik díszletes fiú, amelyik jóvágású lehajol, éppen kivillan a könyves dekoltázsa a hátul. Hát, szóval. Látod? Egy pillanat, neked vannak sztereotípiai, látod? Nem mi? Nekem. Hát ez rögtön, egy díszítőnek csak könyves dekoltázsa lehet, érted? Tehát, hogy mielőtt ezt valaki rám húzná. Elég sok díszítést épített. Nincs, szóval nem szakmafüggő az, hogy kibe szeretek bele. Nem érdekel, hogy mit csinál. Ha jön és visz, akkor így bum, nekem az így meglátni, megszeretni. Most 10 000 hallgatónk így a levegőbe csapott. Vastag Csabi milyen? Vastag Csabi? Ő ugye vele együtt vagy a színházban. Így van, vele együtt vagyok a színházban. Csabi, de nem csak a színházban, Csabi is veszprémi, úgyhogy együtt jártunk még a menzára. Bocs, mindenki veszprémi, elnézést. Na minden, nem, mert Lőrinci és Újkígyósi, de értelek. Igen, szóval, hogy itt nem, igen, elnézést, de hogy sokan veszprémiek, és még együtt jártunk a menzára, úgyhogy a Csabit nagyon-nagyon régóta ismerem. Keresztrejtényben gyenge, de egyébként nagyon sármos. nem hagyom őt bántani. Nagyon jó srác egyébként. Jó srác. Nagyon szeretem. Jó barátok vagyunk abszolút. Ott éneklésbe kellett neked fejlődnöd? Azért a Gríz az egy elég komolyan erre épülő kis darab. Abszolút. Hogy dalolni kell, és én mondjuk ezt az oldalt lehet, hogy én vagyok kevésbé jártas a te szakmai pályafutásodban. Hogy nem hallottad még a lemezét? Nem, még nem. Hogy nagyon kellett küzdeni, nagyon sokat kellett gyakorolni ahhoz, hogy az olyan legyen, amilyet szeretnél? Nyilván kellett küzdeni, nem, de gyakorolni, igen. Én egyébként játszom a Madách Színházban, és ott is énekelek. Tehát, hogy én 8 évig zongoráztam, és énekeltem. Tehát ez a múlt, ez megvan, úgyhogy nem csak prózai darabokban, hanem musicalekben is. Saját magadat kísérted? Nem volt vállalkozó, vagy ezt hogy kell elkezdeni? Annyira tudtam, hogy valami. Nem, hogy zongoráztam és énekeltem. Nem, elnézést, a kettőt nem egybe, hanem hogy mit tanultam régen, és akkor innen jött ez, és innen hoztam. Külön tanultam énekelni, és külön zongorázni, mert gyűlöltem zongorázni, utáltam. Fúj. Sajnos, azt kell, hogy mondjam, most ma már sajnálom, hogy nem tanultál rendesen. Igen, hegedülni szerettem volna, csak apuék nem engedték, mert zongoránk az nem volt, de hegedűt be tudtunk volna szerezni. Apa azért nem engedte, mert akkor tudott volna ott gyakorolni a hegedűvel. De tényleg miért nem engedte? Azért, pont ezzel, amit a Feri mondott. Igen, abszolút. Abszolút. A panelban lehet, hogy kicsit durva lett volna ez a hegedű minden nap, napi 8 órában. Na, hát akkor van egy kis meglepetés itt a számodra. Nekem? Igen, igen. Kicsit féle. Nem kell. Hát ne, ilyenkor, figyelj, te vállalnod kell a múltad. Így is van, a múltadat is, meg a jövődet. Ez egy karaoke verzió. Ja, de ez nem az én dalom, mert elfelejtettétek. Ne, már! De tényleg. Hát ki vagy ebben a darabban? Rizzo, képzeld, Betty Rizzo. Oh, ő a vagány, nagypofájú, csajszi. Nem fogok énekelni most. Dacból szúrós. Vagy akkor eléneklenetek a Puszi Nyuszit, jó? Tessék. A Puszi Nyuszi? Hát tudod, melyik az? Tudom, melyik a Puszi Nyuszi. De bele se kezdjél. Nem, már így is tele. Csak közben akkor létszik, gombold az inget, vagy húzd lejjebb. Mert feleslegesen a szemébe nézned mélyen, mert csak 30 centire lát.
Nem igaz, azért körülbelül be tudom tájolni, amit azért, mert rád nem szoktam nézni. Amit megköszönök. Igen. Csak azért, mert megőrült az SMS falunk, tehát, hogy nincs kedved egy héthez Svájcban. Igen, van látom. Két jegyem hétvégére, vagy akármikorra, akárhova szerelmes vagyok. Jön, ez az, kárpitos vagyok. Igen, ez jó. Egy jó kárpitos, egy gázszerelő. Jó gázszerelő, és hát nincs is semmi baj ezekkel a szakmákkal. Még egy dolog, a nyaralás. Kárpitos vagyok, szegecselnék. Nyaralás? Aha, lesz, mész? Nem lesz, dolgozom. Most az egész nyarat munkával töltöttem, de idére már kinyaraltam magam, mert az év első felében Miami-ban voltam. Bezonyám, arról akartunk egyébként kérdezni, mert elég hosszú időt töltöttél kint. Így van. Azt hallottuk, hogy... Nem. Suliban voltam tanulni, és kivettem egy fél év szabit mindenhonnan, és picit így... A becsekolást? Nem bírom mellettek. Hadd ügyek egy kortát. Állítólag azért, hogy azért menték ki, hogy nyelvet tanuljál. Azt olvastam valamelyik. Nem, hát nem állítólag, gyakorlatilag is nyelvet szakmai tanulni, bibliámban. Meg egy picit egyedül lenni, vagy így egyedül így elmenni, de nem elmenekülni. Nem. Szép kérdés. Hát nem mondtad. Picit így szerettem volna így rendbe tenni a kis életemet, meg a belsőmet, így úgy éreztem, hogy rám fér. Itt kaptam a kommenteket utána, hogy jó, mit akar 30 évesen, íze. 17 évesen, amikor elkezdtem dolgozni, tehát gyakorlatilag 14 éve megállás nélkül meloztam. És most volt az a pillanat az életemben, amikor úgy hozta, hiába szerettem volna egy gyereket, vagy családot, hogy nincs. Aha. És akkor úgy éreztem, hogy akkor most meg lehet azt tenni, hogy fölülök egy gépre, elmegyek, ilyen kis önismereti túra, nyelvtanulás, tehát hogy most belefér az, meg lehet, hogy két év múlva. Miami Poker Open, hát ha van egy unatkozó új világban. Gyermek mellett. Hát ez kész. Épp rájössz. Voltál pokerversenyen? Voltam, na, igen. Na, és volt unatkozó. Volt. Rohadtul integettem, de nem akart észre venni, rohadt jó. Itt vagyok. A friss győztetek nyomorult kupával ott elfoglalva, meg a Patek Filippe. Amikor egy pillanatra van bennem az, hogy... Hogy mesélnél valamit. Igen, és akkor így átjönjük egy komolyba egy másodperc, de én vagyok a hülye amúgy, hogy miért? Na, egyébként igen, kimentem Miami-ba, nem tudom. Egy baráthoz, barátnőhöz? Nem, egyedül. De azért az bátor. Ja, igen, szerintem. Hát a barátod, barátnőt, hogy értem? Nem. Nem Bonyi. Hanem az, hogy arra kérdeztél biztos, hogy értem, hogy egyedül. Mindegy. És egyedül? Igen, ez volt a kis bakancsulista. Egyedül. Senki nem hitt el egyébként ezt nekem valamiért. Nem tudom, ez olyan nagy, mármint, hogy nagy dolog nekem, az volt nagyon. Egy évig terveztem, gyűjtöttem rá, hogy ezt meg tudjam valósítani. Ez ilyen bakancslistás dolog volt. És egyedül. Mondjuk pont az volt, hogy mivel ugye suliba mentem, gyakorlatilag két hét után 8-9-10 féle nemzetiségű új barátok lettek, ismerősök. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes kis út volt. Jó volt, jól éreztem magam. Meg is maradt valaki belőle? Tehát tartod a kapcsolatot? Igen. Többükkel is tartom a kapcsolatot. Brazíliában nincs valaki, hogy egy szappanopera tud magad dumálni. Mondták egyébként. Mondták, mert találkoztam, meg is értem két brazillal, és ők mondták, hogy nálam gyakorlatilag 8.477.000 sorozat, úgyhogy ha szeretnék, akkor bármikor. Igen, hát ők híresek erről. Igen, a nagyon. Gyártásról. Gyakorlatilag ők úgy gyártják a szappanoperákat, hogy nincs idő szöveget tanulni, füles van a színészek fülébe, és nyomják, és mondják egyből, mert hogy ilyen egy nap teljesíteni kell 5-6 részt, tehát ez ilyen lehetetlen. Nagyon durvák, igen. Mi a legnagyobb tanúság az amerikai útnak? Hogy jó itthon, jó, elég bátor vagy, jó lenne kint lakni, melyik? Semmiképp, de én nagyon lokálpatrióta vagyok, nem tudom elképzelni máshol az életemet, csak itthon, csak egy picit kiszakadni a környezetedből, a közegedből. A nagy tanúság az az volt, hogy... Vinni kell memória kártyát, meg nem hiszik el. Ha nincsenek fotó. Megint én vagyok, hogy akartam. Ne, a nagy tanúság igazából az, hogy nem is tudom, úgy jöttem haza, hogy amikor hazajöttem, akkor azzal az életérzéssel, hogy nincs majd, most van, és akkor így kell csinálni. De akkor nem ez a Carpe Diem, hogy az mindenki. Nincs majd, igen, most van. Igen, ez a Balázs féle nagy könyvbe napi, fog megkerülni. Jó, ez a napirami, igen. Szóval, hogy de nem ez a Carpe Diem, hogy egy nap alatt mindent megcsinálni, csak akkor így nem azt mondani, hogy így jó, évekig volt az. Gyerekkoromban állandóan apuval mentünk minden évben a koncertre, Republic koncertre, és
amikor felnőttem, mindig beszéltük, hogy Republikra menni. Jó, majd megyünk, aztán sajnos ugye úgy alakult, hogy már az igazi Republikra nem tudtunk elmenni. Tehát, hogy ilyen, most felhoztam egy ilyen drámai példát, de hogy nincs, majd most van. És akkor valahogy így ez volt a legnagyobb tanulság ennek a három hónapnak. Ez jó. De én amikor itt az Egyesült Államok legutoljára két brazillal találkoztam a Hős utcánál, akkor annak az volt a tanulsága, hogy a Mép stadionnál mindenképpen érdemes leszállni, mert ha kerülő, akkor is azért jobb a békesség. Hosszú lesz az út, addig. Open your eyes. Time to wake up now. És most, igen, én 7 évig versenyszerrel röplabdáztam. A 7-es az egy ilyen nézé? 8 évig zongoráztam, de kösz, semmi baj. Jó, hogy egy levezetés volt. Most már biztos, hogy a Ferit választom. Sajnálom. Csezd meg a szendvicsedet. Szendvicsel akartad lekönyerezni, ez kevés. És mit? Röplabdáztam. Az igen. 7 évig röplabdáztam, meg sportagozatos suliba jártam. De a röplabda jó testet csinál a csajoknak, vagy az izomzatot szépen megalapozza egyébként. Csak aztán apukám közölte, mivel ilyen heti 6 edzésem volt, és minden hétvégén meccs, hogy akkor el kéne dönteni, hogy akkor a tovább tanulása fontos, vagy az, hogy éjjel-nappal sportolok. És az akkor... miért van, hogy a röplabdában, főleg a női röplabdában, és főleg a strandröplabdában, a röplabdapályának a két szélén nem állnak férfiak, csak hátul? Hát nem is tudom, mi lehet az oka. Én se értem, nem is tudom, mire gondolsz, fogalmam sincs. És miért nem az? Miért nem azt választottad a sportot? Nem voltál annyira jó? Mint a színészetben. Akkor még nem tudtam, hogy színész szeretnék lenni. Kicsit arra vagyok, hogy visszaküldjem. De rendes vagy. Rújtosom a lába. Nem tudom. Igazából nem voltam, nem volt annyira, szerettem röplabdázni, de mint például a Katinál, hogy minden áron, és ez, és aha, tudjam. Én akkor meg. Még nem volt meg az az érzés, hogy igen, ezt szeretném csinálni, igen, ezt akarom. Bennem nem volt ez. Ettől függetlenül lejártam tisztességesen edzeni, és megtettem mindent, csak nem volt ez az elhatározás, hogy igen, én ezt szeretnék lenni. Tehát arra se gondolt. Igazából nem tudom nálatok, mikor alakult ki, hogy mi akartok. Hát nem, én amikor lemondtam a röplabdáról, az úgy történt, hogy nagyon sokáig kacirkodtam vele, nagyon izgalmas, hogy nagyon szerettem csinálni, csak aztán szóltak, hogy ez egy pingpong asztalnak a hálója. Hülye, de ezért szeretjük. De nem, egyébként nagyon nehéz eldönteni. Én mindig irigyeltem azokat a gyerekeket, akik 7 évesen tudják, hogy igen, én ez leszek, igen, én ezt fogom csinálni, igen, vagy 10-15 évesen. Ez mekkora baromság. Én nekem fogalmam nem volt arra, hogy 7, mi 8, szeretnék 9, lenni. 10 évesen, sőt, még szerintem még 14 évesen, és még kiskamaszként is, inkább a szülő az, aki mondja azt, hogy a gyereket szeretné csinálni. Igen, csak itt nem tudom, hogy mi a jó vonal, hogy beiratod mindenhová, hogy mindenből kapjon egy kicsit, és akkor viszont a bőség zavara, és akkor hirtelen nem tud elindulni semmilyen úton, mert összezavarodik, nem tudom, hogy mit. Hát kell a szülőnek, rá kell látni, hogy mire alkalmas a gyerek. Uh-huh. Szerintem szülőként az a feladatod, hogy minél több mindent megmutass a gyerekednek, ez nem csak a sportban, mindenben így van, igen. És neki kell választani, de ott kell legyél, és terelgetni kell egy kicsit. Tehát a megmutatás például sportban azért érdekes, mert ott kiderül, hogy alkatilag például melyik az, amire jobban alkalmas a gyerek, melyik az, amire kevésé, akkor már nyilván el tud mondani, hogy hát igen, de értem én, hogy jó, a foci edzőbácsi milyen igen. Jó fej volt, de lehet, hogy ott emlékszel az evezős pályán, meg micsoda, és akkor a gyerek azt fogja választani. Aha, igen. Jó, tehát, hogy ilyen tele. Na de hagyjuk ezeket a dolgokat, gyerekek! Hol van még a gyerek az élet? A Szedferramit játékot ebben a pillanatban elindítom. Tényleg? Nem akarod? Na, de, hát, nézzük meg! Figyelj, itt van például a legszebb SMS. De milyen szép lenne. Rami, igen? Egyetlen szó is belém szeretsz, pálinka főzdén van. Nagy szerem lesz a miénk. De jó. Jelentkező garmada, itt állnak sorba a férfiak. Hát azt gondolom, hogy ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Nem miattunk, tehát hidd el, hogy nem a műsor miatt csináljuk. Hiszel ebben az első látása vagy első hallása szerelemben? Én igen. Első látásra szerelem volt. Csak az volt. Volt ilyen, igen. És aztán reggel az ébredés után a második látás. Volt ilyen, hogy valakit megláttál egy szórakozó helyen, éppen mit tudom, intett a pincérnek, és akkor
mit tudom, kivillant az arany Rolex. Jani, azért tudom, hogy most csak viccesz, nem szeretnél engem, hogyha nem tudnád, hogy milyen lány vagyok. Úgyhogy nem, ilyen nem volt, hogy a Rolexet megláttam, de olyan volt, hogy jött egy hirtelen egymásra nézés, két mondat és vége. Tehát, hogy amikor így tudod azt, hogy ez valamivel, az. Igen, igen, és nem volt kérdés. 200 forint lesz az aluljáróban a női. És nem volt köze a pénz, ez akármilyen ez fura. Jó. Szörnyű, ez jó. Szörnyű. Na, ha téged támadnak a nők, akkor ezért engem. Van, mert minden nőt azonosít engem az azzal, hogy a nők, ha szerelem, akkor pénz. A testét akarják, érted? A testét, de csak a szellemét kaphatják meg. Rami, szép vagy, de nokedlit szagatni tudsz-e? Igen, Norbi. Tudok. Jó. Igen, tudok. Szia, Norbi, köszi, na, tudok. Ha benne vagy, akkor tényleg az előttünk álló fél órában én simán bedoblak a köztudatba, mint Szabad Préda. Basszus. Érted? Hát elmondtad, ma reggel, aki hallgat bennünket reggel óta, ugye hétre érkeztél, megismertek egy tündér aranyos nőt, ha esetleg valaki még nem ismeri. Aki elmondta, hogy neki nem számít az ismertség, azt nem mondta, hogy ő nem számít a pénz. Vannak esetek, amikor nem. Amikor nem ezt számít, mondta. Hogy van első látásra szerelem. Nem is beszéltünk a pénzről. De az egzisztencia nagyon fontos egyébként. Igen. A mai világban szerintem. Most, hogy már tévé sincsen. Kéne egy szőke parvoka. Nem, miért? Hogy hazolj csak Kurt Cobainra? Nem, úgy beszélsz, mint egy ilyen kis, nem is tudom. Ilyen kis okostolás lenni? Hát nem, egy ilyen kis szőke, kis, már most, na megint a szőkék. Na jó, én is szőke vagyok, én mondhatok ilyet, így igaz? Van, persze. Mint egy szőke kis csajsz, nem, nagyon fontos az egzisztencia. Na, hát meglátjuk egyébként, hogy egy hang alapján mennyire tudsz mondjuk így kibékülni valakivel, hogy mennyire tud szimpatikussá válni számodra, mert most egy csomóan egyébként a hangodra fűztek rá, jó, persze a hanghoz mondjuk képet is tudnak és hát, ha még látnak ezt a topot hozzá a kis pantallóval, akkor még szerintem tovább is mozogni a fantáziájuk. De hogy meglátjuk, hogy ja, tényleg fönn van. Meg lehet nézni. Mik az elvárások? Tehát amikor, egy pasi tehát, van? Igen, tehát most föladjuk a hirdetést, jó. Abban a szakaszban vagyunk, ugye, hogy fölmentél valami ilyen elektromos társkereső oldal. Tinder ezel most, aha. Érted? Ja, ez csak olyan, mint az csak szex, ne? Akkor jó, akkor nem ilyet keresünk, akkor mit én valami elittárs vagy akár micsoda, oda elkezdett beírni magadról az elvárásokat, ugye téged jó. Mindenki ismer, külsőleg, belsőleg is azért már elég sok mindent megtudtunk. Uh-huh. Mi az? Tehát kit keresel ez a kis rovat, amit ki kell történni? Akit keres? Határozott, akit keresek, határozott. Igen. Jellem. Igen. Határozott. Jó humorú, mindenképpen legyen humora, nem bírom az ilyen. Meg vagy. Igen, határozott. Jó humorú. 180 centiméter. És most jön az, hogy és tudja végighúzni a cipzárt egészen a nyakam, mint hátul a ruhámon. Jó, tehát legalább száll. Segítség nélkül. Kor 30-40 között. 30-40, akkor megint igen. Kiestél. Igen. 30-40 között. Igazából azt hiszem, hogy haj, szem, felépítés. De 30-40 között ez miért? Hát most akkor kérdeztetek valamit. Most mi a bajod a 46 évesekkel? Jó, akkor legyen 30 és 46 között, az jó? Nem, mert be kellett lőni, hát most mondtam valamit. Az most így nem, most fáj ez, Jani? Nekem, hogy de lesznek, fájna már? Lesznek külön díjasok. Csupa olyan dolgot az mondanál, ami rám is igaz, akkor érte, akkor lennék igazán zavarva, így meg már. Jani, legalább tudom, te vagy fogni. Az igazi, te vagy az Adonis, csak sajnos már elkeltél, és nem szeretnék így van, Mónival bármilyen feszültséget, főleg így, hogy tudom, hogy kedvel, szeretném ezt a viszonyt megtartani. Na, nagyon szépen küldött el a francba. Szerintem ez nagyon jó duma volt, gratulálok. Van-e még valami, ami a rovatba kerül. Ennyi, köszönöm szépen. Jó. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc múlva lesz 3:49, augusztus 1, hétfő, jó reggelt, sziasztok, továbbra is, még megtűrjük magunk, nem, nagyon örülünk neki, egészen 10 óráig szervusztok, lesz. Üdvözlöm az új hallgatókat. Igen, itt van, kint voltam egyébként, megnéztem egyrészt a következő vendégeinket, akik a Szedjük fel amit játékunk után fognak érkezni, illetve megnéztem, hogy boldogulnak most jelenleg a lovas rendőrök az épület előtt a Szedjük fel amit játékra személyesen érkezőkkel, már oszlatják egyébként, tehát meg egy kardlappal és könyvgel. Jaj.
Jó, sok üzenet van. Hát figyelj, egyébként az van, hogy gyakorlatilag az SMS fal egy ilyen jobb játéknál szokott ennyit produkálni, amikor nagyobb értékű nyeremény van. Hát ha most ezt úgy tekintjük, akkor te vagy benne a nagyobb értékű nyeremény, a közlekedési hírek azok egész egyszer eltűntek. Ja, megvan. Ferihegyi gyorsforgalmi, a reptér irányába autó lerobbant, lassú a haladás, plusz az Üllői úton a Pöttyös utcánál a lámpák nem működnek. Traktortom írta nekünk. Traktorosok jöhetnek? Természetesen. Tehát nincs kizárás. Nincs kizárás. Meg a mostani traktorosok már nem olyan traktorosok, mint amilyenek régen traktoroztak a TSZ-ekben. Mostani traktorosok már több millás, több tíz millás gépekkel furikáznak. Egyébként szerintem, Jani, annyit beszélsz a pénzről, hogy igazából, tudod, ez a fordított pszichológia. Jani, neked rengeteget számít. A mondani valamnak most nem ez volt egyébként a lényege, hanem hogy mennyi fejlődött minőségileg a szakma. De mi volt az, amit te észrevettél ebből? Azt, hogy megint a pénzről beszélek. Három másodperc alatt elmondtad, most már nem egy millió, hanem 5-10-15 milliós traktorok. Ferrari traktorokkal nyomulnak. 100 milliós. Édes Jani, tudom én, hogy mi a te bajod. Na, most már ezt mondjuk meghallgatnám, adjál neki, tessék. Hogy nem eszkortlánynak születtél az a nagyban. Hogy nem eszkortlánynak születtem? Hát ez mindent megért, hogy bejött. Álmodtam már ilyen, de akkor nagyon gyorsan felébresztettem magam. Akkor megpróbáltam magam felrázni. Képzeld el. Eszkortlánynak. Na, mielőtt kapcsoljuk az első jelentkezőt, és Jani földolgozza, hogy nőnek nézték néhány SMS, buszsofőr vagyok, ingyen viszlek cica. Ez tetszik, ez jó. Rami, a sármom Balázsé, a humorom Janié, az italos vitrénem a Ferié, légy az enyém. Ez nem rossz ajánlat. Gabesztől, illetve még egy fölvetés van, hogy ugye most keresünk a Raminak pár, de a múlt héten hát Smuk Andorral beszéltünk. Azt, ami csodáru kapcsolás lenne. A test maga. Mm-hmm. Én már látom a háromoldalos bestkük anyagot erről. Kis Roman összejött Smuk Andorral. Nem, ismerem Andor, nagyon-nagyon régóta, nagyon kedves, de nem illünk össze. Nem de jó, passzol. Egy csülök pörkölt felett kérte meg a kezét Raminak. Andor. Ez van a te elképzelésedben? Hát ő Andor szeret enni. Szeret kajálni, most legalább... De mivel gondolod? Hát mert most mitől felugrott rá egy pár kiló, nem sok, csak 40. A legutóbbi kép, amit láttam róla, egyrészt ugye a múlt héten beszéltünk vele, szerintem még fogunk is a héten dumálni vele, akkor is ugye egy étteremnek a kiülős részén várta a kedves jelentkezők társaságát, másrészt meg ugye az a fotó, amit felraknunk, vagy amit látunk vele kapcsolatban, egy ilyen terüly-terű asztalkám, vagy gyakorlatilag egy svéd asztal mellett sikerült róla a képet készíteni, biztos nem véletlen, de egyébként hozzáteszem, hogy végtelenül jó fej, tehát hogy egy hihetetlen jó humorú, nagyon laza, nagyon szimpatikus arc. Ismerem Andort, na tényleg. Na jó, ne tereljünk itt az első jelentkezőt. Máté, azt írtad, hogy a hangodba szeret Rami. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Szia, Máté! Kicsit mélyített rajta Máté. Békés Csabai vagy, Máté? Békés Csabai környék, inkább úgy mondom. Én sokat dolgozok. Uh-huh. És mivel foglalkozol? Én áruterítő vagyok, szóval téged is állítok bárhol. Arra, hogy a zöldség jó és ajánlat. Gyümölcs, ugye? Ebben utazol. Imádom a zöldséget és a gyümölcsöt. Igen. Minden nap rengeteg zöldséget és gyümölcsöt eszem, tökéletes. Ez eddig Máté, egy mondatod van, ugye Rami elmondta, hogy nála megy a szerelem első látásra, ez most mondjuk első hallásra lesz. Igen. Ha egy mondatod van, amit elmondhatsz, akkor mi az már? Friss a kígyó borkám. Nem azok lennének. Hát én úgy tudom, hogy Rami, te Tutmodelltel együtt voltál egy ideig. Még egyszer? Tutmodelltel te együtt voltál egy ideig. Igen, ez így van. De tényleg így akarsz becsajozni? Máté, könyörgöm. Ha egy mondatod van álmaid nőjéhez, akkor azt úgy kezded, hogy igaz, hogy régen együtt voltál Norbival. Nem, csak ez kapcsolódik. Ehhez kapcsolódik. Igen, jó rég volt már egyébként, de ez a hír abszolút igaz még mindig. Igen, és én is viszont újtárszorkuló vagyok, szóval ha kedveled az újtársdi kötődésű embereket, akkor én vagyok az igazi. Máté, te egyedül vagy egyébként? Hát egyébként van barátnőm, aki... Jó. Máté, az a baj, most buktál meg ezzel a játékot. Csak a kis pestig. Ezért nem nagyon illünk össze. Máté, köszönjük. Köszönjük. Szevasz. Szia, Máté. Gábor, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Hello. Szia, Gábor. Na most Gábor a romantikus oldalát fogta meg a dolognak. Gábor, ne is mondj semmit, csak azt, amit leírtál, te jössz.
Ó, te drága költemény! Bocsánat, előről. Ó, te drága hölgyemény! Mint a legszebb költemény. Lehet Zsófi, Rami, Nyuszi, Babesnak jár egy puszi. Évfa, gyokos, jó a kedved, egy álomnő rejlik benned. Szerencsés ez az a pasi, akinek majd hül a vacsi. Drága Rami, most már megyek, nézd az asszony, ott kapok egyet. Ha megtudja, neked írok, olyat kapok, hogy besírok. Ez jó. Hát figyelj. Jaj, ez nagyon jó. Figyelj, ez nagyon jó. Ki szerepelt eredetileg ölesben, Kati? Nem, ez most született az autóban. Akkor király vagy. Nagyon jó, köszi szépen. És akkor nagyon fontos kérdés, hogy van partnered, hát mert benne van a verségében. Benne van a versben. De szerelem. Jó. Jó, tehát Gábor, nem gondoltak komolyan, csak megmutatta, hogy így is. Kedves egy ilyen verset. De ez egyébként nagyon jó. Nagyon jó. Ez egy perc alatt írodott, vagy fél perc alatt? Így van, a hentes előtt állok az autóval. A legjobb hely. De romantik. Mi lesz belőle, felsár vagy karaj vagy? Így van. Valamelyik. Jó. De jó. Nagyon tetszett. Köszönöm szépen, illetve köszönjük Ilyen. Szépen. Szuper, nektek sok boldogságot. Jaj. Neked is. Köszi meg lesz. Gábor, köszönjük, szia. Köszi, szia. Sziasztok, szép napot. Szia, Gábor. Neked is, nektek is. Gábor, jó arcok. Nagyon jó arcok a srácok, igen, és mindegyik elmondja, hogy... Igen, de ez nekem tetszik. Úgy tetszik, hogy mindegyik el is mondja, hogy párral van, mindenki szerelmi, hívja a barátnőjét, de közben ír egy verset. Ez egy ilyen normális dolog. Igen? Hát mert mint úgy értem, hogy nyilvánosan ezt vállalják, nyilván otthon megbeszél. Emiatt szerintem nem fog haragudni a barátnő, nem? Párra feszülnek majd. Igen. Például. Szerelmükkel vannak, de közben rád gondolnak. De nyilván ez nem egy komolyan gondolható dolog. Ez egy vicc, nyilván. Nem? Ez a vers is. Tehát, hogy emiatt nem lehet haragudni, vagy de. Hát a vers miatt szerintem nem, de Máté ér egy picit, igen. Máté. Tehát, az első telefonáló, aki beszélt. Igen, jó, volna. Jogos, igazad van. Jó. Igen. Bangyó a furgonos, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Sziasztok! Szia. Bocsi, azelőtt csak pont vezettem, aztán nem tudtam fölvenni. Ja, semmi baj, tudtam. A lényeg az, hogy itt vagy most már velünk. Persze. Mit lehet róla tudni, mesélj? Hát mit mondjak? 27 éves vagyok, nemzetköziben furgonozok. Hát akkor keveset lesztek alatt, együtt. 30 alatt. Hosszú kapcsolat titka. Viszont igen, a hosszú kapcsolat titka. Mennyit vagy itthon? Általában havi 4-5 napot. Tökéletes. Igen, hosszú ideig lesztek együtt, nem merül ki a kapcsolat az uralomban. És mire hazaér Hollandiából az urad. Neked van párod, András? Nincs. Akkor egy tisztességes. Hát az a baj, hogy itt megint kiestél a kor miatt. Sajnos igen, a kor miatt. Hát igen, pont az a 3 év. Pont az a 3 év. Hát na, most jó fej vagy, András, akkor azt mondja, hogy megvársz, Rami. Még 30 leszek. De egyébként belefér, ha valaki nagyon jó fej és 27, attól még, akkor még lehet, nem? Akkor az számít. Téged zavar, ha idősebb egy nő? Nem, miért? Hát miért, te idősebb vagy, látod, és ő így udvarol. Nem, igen. Jó, tetszik. Jó, akkor ha véletlen találkoznánk valahol, akkor szerinted mi lenne az egy-két mondat, hogy mivel jönnél oda hozzám? Hát most így nagy hirtelen nem tudnék mit mondani, az szerintem a helyzet hozza magától. Csukd be a visszapillantot, mert elviszi a Scaniám. Hát jó mondat, de udvarláshoz szerintem kevés. Igen. Jó van. Jó, hát köszönjük szépen. Talán legközelebb. Talán okay. Legközelebb. A határozottság egy picit hiányzott, igen. De majd legközelebb. Köszi. Oké, okay. Jó, tehát vigyázz magadra. Ilyenek a mai férfiak egyébként. Szia! A mai férfiak. Hapszi, tudod, ez, aki nem tudná, igen, a kényes témákra tüsszentéssel reagálok. Nem, a mai pasik, szerintem meg nem lehet ráhúzni a mai pasikra egy vízes rongyot, hogy ki milyen, de tény is való, hogy szerintem, amit én látok, hogy a pasikat általában megijeszti azt, hogyha egy nőnek van munkája, van egy beosztása, és... Van és egy ismertsége. Igen, és gyakorlatilag nincs rászorulva arra, hogy tehát, hogy el tudja tartani magát egyedül, és van egy saját egzisztenciája. Mondjuk én lélek bele legbelül valahol, hogy konzumlány vagyok, tehát engem nem zavarna. Hogy eltartanának végre. Egy picit sem, csak úgy mondom.
Igen, valahogy a pasikat talán ez egy picit megijeszti, pláne ha a nőnek még van saját véleménye is, az meg aztán. Igen, nehéz. Hát, beszélgetni kell otthon, az egy idő után tudod. Fáradt. A BK-ból repült rád valaki? Hogy érted ezt? Hát kollégák. Ugye, hogy te is érted. Igen. Jó, hogy repült-e velem? Aha, mármint, rád hogy... valaki. Jó, hogy repült-e rám? Mert jó, Vili bácsi kívül. Mire gondoltál? Mit hallottál, drágám? Repült velem valaki, hogy mi? Nem. Senki? Nem, színésszel. Nem tudom, belső körben nem. Azért párat tudnék mondani. Színésszel nem. Nem. Hát nem úgy nem. Imádom. Színész férfiak. Nagyon fantasztikusak. Nem tudom, az élet, soha nem mondtad, soha az élet ideig úgy hozta, hogy nem volt színész partnerem. Csaba se. De Csaba vastag. Nem. Tihanyító. Igazából nem tudom, hogy miért alakult ez így, talán, hogy szakmán belül szerencsésebb szerintem nem partnert választani. Én most még ezt így gondolom, de vannak színészházasságok, akik meg nagyon jól működnek. És azt mondják, hogy ez így nagyon jó. De nem tudom, egyelőre én azt látom, hogy nekem ez nem jön be. Na, az utolsó jelölttel fogunk sarokba szorítani, mert ez most már mindent tud ez a jelöltünk. Ha megvan az igazi. Igen, 30 fölött van, nem igaz. Sokkal. Nemzetközi fuvarunk már van, frizőrségünk van, nézzük meg. Hogy... Hát várjál, most akkor itt valaki kicsit elkészíti. Kérek. Zsolt, jó reggel, te szakács reggel. Vagy, ugye? Jó reggel, sziasztok, igen. Szia Zsolt, szakács szia. Vagy? A édesapám a Zsoltnak hívják, ez már egy jó pont. Egy jó pont, igen. Apa komplexus. Igen. Szóval szakács vagy. Az jó, imádok enni. Na látod, ez már egy jó pont. Igen. 30-40 közötti humoros, 32. határozott férfinak tartod magad? Igen. Az jó. Én vagyok a csapat 200 gépben. Tényleg? És mi a kedvenc kajád? Hát nekem a hagyományos töltött káposzta. Hagyományos töltött káposzta, jó? Oké. Okay. Ezt a sztereotíp kérdést, egy szakácsak, hogy mi a kedvenc kaját? De tudod, de engem ez érdekel. Tényleg, mindig ezt kérdezik a szakácsoktól. Szerintem igen. De kellemetlen. Hogy mi az, amit már nagyon utálsz megfőzni. Jó, de meg kérdeznek az esztergályosoktól, mi a kedvenc öntvény? Jó, akkor ne haragudj, bocsánat. Semmi baj, már a következő kérdés, amit szoktuk tőlem kérdezni, mindig nagyon sokat dolgozom. Mindig nagyon sokat dolgozol, akkor megrögöm az alkalmat. Igen? Az jó. Ő se lesz akkor sokat otthon. Akkor ő se sokat otthon. Tök jó. Jó, nem baj. A Michelin csillagod van már? Nem, még nincs. Sajnos. De gyúrok le. Ami késik, nem múlik. Úgyhogy majd akkor együtt dolgozunk az ügyön. Rendben. Jó. Igazából nagyon szimpatikus a hangod, szerintem majd igazából, szerintem ezt a Feri meg a Jani fogja eldönteni, hogy ki lesz ahogy a hozzám élő. Hogy ki lesz a te párod? Igen. Új, de jó igen. Lesz. Igen, akkor sok jóra ne számít. Figyelj, igazából a Ferit kéne meg a Janit meggyőzni arról, hogy te vagy az igazi. Miért adjuk neked ezt a lányt? Akkor már elbuktam az egészet. De mi? Hát csak tudsz ilyen valami húsmentest is. Dehogy tudok, hogy Zsolt, hogy mondhatsz ilyet? Na, tényleg akkor mi vagyunk a keresztszülei a Raminak, vagy nem tudom, a szülei. Így van. Tőlünk kell megkérned a két kezét. Két keresztapja van, igen. Akkor mi az a mondat, amivel elviszed tőlünk? Amire mi odaadjuk? Amiért odaadjátok? Hát figyelj, oda, tiéd, vidd. Ajaj, bajban leszek. Neked is van párod, fogadjuk. Na, jó. Jó, a Zsolt, köszönjük szépen a jelentkezést, ha majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Jó, szevasz, hello. Köszönjük szépen, szia. Jó, éhezni nem fogsz legalább mellette. Nyilván nem gondoltuk komolyan, hogy így fogunk neked párt találni, csak kíváncsi voltam, hogy a magyar férfiak elindulnak erre a hívószóra, hogy akkor téged most itten közszemlére teszünk. Picit fagyaszt lesz, meghallják a hangodat, és akkor így mondjuk a képzelet valósággá válik, és abban a pillanatban, hogy picit így hátrébb lépnek egy lépést. Igen, közben itt van a telefonom mellette, hogy gyakorlatilag csak annyit szeretnék mutatni, hogy megtelt az üzenőfal. Egyfolytában jönnek az SMS-ek. Ismerősök, ismeretlenek, úgyhogy szerintem megindítottunk egy gépezetet. Jó van, hajrá, akkor majd döntsél okosan. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim.
érdeklődő SMS-ekre, hogy mi az Isten van a stúdióban, mi ez a kibírhatatlan hang. Azt hiszem ő egy uhu, de majd ezt mindjárt elmondják vendégeink. Gasztonyi Dániel és párja Szandra. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Várja, ez melyik mikrofon, Zsűr? Te bekapcsoltad? Bekapcsoltad, jól van, ügyes vagy. Na, szóval három madarat hoztatok nekünk, ezt nagyon szépen köszönjük meg, hogy jöttetek. Van egy óriási, akire én azt mondtam, hogy sas. Így van, ezt jól is tetted, mert egy szirtisas. Figyeljetek, ő egy egyméteres madár, mennyi a szántávós, fesztávolság? Hát, szántáv körülbelül 2 méter 20 centi. Nagyon durva. Nagy, ő van csendve, Szandrának a kezén, egy pillanatra csak emelt be, hogy a őrítő hang, amit mi egy két, ez az. Ő egy mi? Ő az uhu? Ő egy tundra uhu, Észak-Amerikában él, és most még fióka tolba van, de majdnem teljesen fehér lesz, mint egy hóbagoly. Ő a Harry Potternek a balon. Majd, hasonlít, igen, nagyon, igen. Igen. Arra képes, és a harmadik pedig, köszönjük szépen, Szandra. Igen, ő pedig egy Koiba füles kubik. És a ténkezemben van. A Karibi-sziget világnak a lakója, és ilyen induri-pinduri marad. Ugye a hallgatók kedvéért körülbelül egy ilyen rigó méretű állat. Na jó, egy cuki tündér, ezt elővettétek a dobozból. Én pont kint voltam, mert ugye tisztes távolságból fogtam veletek kezet, mondom, azért végiscsak a madár, ha elindul, az nem vicces. És utána a dobozból erőkerült a kismadár, hát az viszont egy gyönyörű. A Facebookon van kép, és két gyönyörűséget láttatok majd együtt. Feri, köszi. Ilyenek vagy. 80 madárral értek együtt. Tehát én megértem az állattartókat, bár én ugye a haszonállatok felé húzok jobban, mint a kesztelési célú állatok felé, de hogy? Te honnan 80 mit madár? Szól a közös képviselő? Hát egy tanyán lakunk, tehát igazából se szomszéd, se senki. Tehát meg is követeli ez a munka, ezt, hogy ilyen helyen éljünk, ilyen helyen lakjunk. Tehát óriási terület kell alapjáraton ahhoz, hogy ezeket az állatokat az ember tarthassa. Hogy jött? Igazából elkezdődött úgy, hogy ugye elkezdtem solymászni, a feleségem pedig ebbe beleszületett, neki már édesapja is solymász, és tulajdonképpen ez gyerekkorom óta végig kísért, és nyugaton sokat jártunk gyerekkoromba, és ott láttuk azt, hogy bizony létezik ilyen, hogy madarakkal például bemutatókat tartanak ilyen kastélyokba, várokba, és akkor ezt a nyugati példát ültettük át ide hazánkba, mert itthon nem volt még ilyen, és van is rá igény, és hál' Istennek megyünk sokfelé az országba. De a 80-ból 60 az étkezési célú, a másik 20-nak? Nem, tehát ez mind ragadozó madár. Az étkezési célút, ha belevesszük, akkor több ezren vannak, mert hogy hát, aki arra nem, jár, nem csak madarak, hanem ugye meg kell nekik oldani a táplálékot, úgyhogy tulajdonképpen tenyésztünk mindenféle laborállatot, ilyesmit, hogy... Igen, meg gondolom azért cinkék azok körbe telefonáltak, csak a Daniék felé nem menjetek, gyerekek, ott ami van, az valami őrülnek. Nagyon sok énekes madarunk van, tehát minden madarat szeretünk, tehát a solymász az egy nagyon természetszerető vadásztípus, illetve minden vadászra jellemző, szereti a természetet, és rengeteg odunk van kint, tehát több száz énekes madarunk van, etetjük őket, vizet adunk nekik télen-nyáron. Tehát na most az úgy, hogy tartjátok őket, ezekkel lehet valamit kezdeni, mert jó, oké, elmondtad, persze lehet menni logi tornákra, meg lehet menni ilyen történelmi játékokra, és akkor lehet solymászni. De mit csinálsz az énekes madarakkal? Hát az énekes madarakat azért etetjük, mert szeretjük őket hallgatni. Ja, énekelnek, tehát ők vadon élők, tehát ők vannak vadon élő. Tehát nem állatok. Az van, hogy az olasz barátaitoknak olcsó pénzért át passzoljátok a kis madarakra, ugye? De hallottunk ilyet sokat. Igen, sajnos. Csak hát ez ugye pénzbe kerül, tehát hogy azért ebből sok nem jön vissza. Tehát hogy ez csak egy hobbi vagy egy passzió. Igazából ez a szakmánk, tehát hivatásos solymászok vagyunk. Ugye az anyagi forrást azt jelenti az, hogy elmegyünk ilyen bemutatókra, vagy filmekben dolgozunk nagyon sokszor például, tehát akár reklámfilmek. Egy valami. Van, amit még el sem mondhatok, tehát van, ami nem jött ki. Nemzetközi produkció? Volt több hollywoodi produkció is, igen. Ő mindig ilyen Stevie Wonder-esen nyomja? De szönyom, hogy te. Ugye el van most. De igen, ezt igazából én arra lennék kíváncsi, ugye az előbb, amikor most, aki az én kezemen van, őt hogy is hívják? Ő egy Koiba füles kubik. Még neve nincsen, úgyhogy elnevezhet. Dezső, jó. Igen, hogy mondtátok kint, hogy az uhu simán megette volna őt. Így van, hát más fajhoz tartozik, igen, és gyakorlatilag a táplálék rendbe beletartozik, úgyhogy őt is megeheti, aki nagyobb, hogy normál. Igen, oké, ez idáig tiszta, de hogy ezt a 80 madarat otthon, akkor hogy tudjátok elkülöníteni? Tehát vagy szeparálva vannak nyilván. Mindegy, fajonként
is, meg hát például a kokáért a tenyészt is manapság már a sajmász, tehát mi oldjuk meg a sajmászoknak, állatkerteknek, sok mindenkinek, akár természetvédelmi célokra is az utánpótlást ragadozó madarakból, és akkor többféle módon tenyésztjük őket, van akik párba vannak, van akik külön vannak, őket mesterséges megtermékenyítéssel tenyésztjük, szaporítjuk, és akkor így vannak elszelektálva. Illetve a másik az, hogy látjátok, hogy a lábaikon van egy kis bőrszí, ezt úgy hívjuk, hogy békjó, és ez ugyanaz, mint a kutyának a nyakörve. Gyakorlatilag ennél fogva egy ülőkéhez ki van kötve, ami az ő neki megfelelő ülőfelület, van neki árnyék, víz, szélmentes hely, stb., ahol ő jól érzi magát, és amikor őt megröppítjük, akkor fölveszünk onnan, és elmegyünk vele vadászni, vagy egy bagoly esetében, aki mondjuk filmben fog szerepelni, vagy egy bemutatón, őt megtréningezzük az adott módszerrel, ami... Na, az hogy van, hogy a Steven Spielberg ül a székbe, és azt mondja, hogy te Dani? Igen. Vagy akkor balra be a Millennium Falcon. Tehát azt kéne, hogy a sas fölszáll, balra lecsap és fölragadja a keszkenőjét a királynőnek a kosztümös filmben. Gyakorlatilag körülbelül ilyen elrugaszkodott elképzelésekkel szoktak jönni, és hogyha időt biztosítanak rá, akkor nyilván megoldható, tehát bármit meg lehet tanítani az állatnak. Nyilván sokszor akkor be kell rendezni nálunk otthon egy helyszínt, ami hasonlít arra, és akkor az ott olyan tárgyak lesznek, amivel fog találkozni a forgatáson, és akkor tudja már a madár, hogy mondjuk rá kell repüljek egy asztalra, és akkor onnan mondjuk elviszek egy villát, tehát meg lehet oldani. Az esetükben is arról van szó, hogy mondjuk elsősorban táplálékkal trenírozzátok őket? Mindenképpen. Mert ugye vannak olyan, amik játékkal, olyan, amik táplálék, akkor nálam táplálék. Vannak, akik árammal, de ezt szeretjük. Tehát ugye itt vadállatokról beszélünk, tehát ők nincsenek háziasítva, tehát nagy különbség mondjuk egy kutyához képest, aki ugye a gazdit ki akarja szolgálni. Ők csak saját magukra gondolnak, normál. Tehát ők jól akarnak élni, és azért dolgozik együtt a sajmásszal, mert tudja jól, hogy sokkal könnyebben talál táplálékot általunk. Tehát ha nem fog valamit az nap, akkor sem marad éhes, hanem mi majd megetetjük. Megcsinálja a feladatot, és igen, akkor már is igen, tehát egy könnyebb munkáért megkapja ugyanazt a jutalmat, mint hogyha nélkülünk dolgozna. Mi volt a legbonyolultabb feladat, amit meg kell tanítanod egy madárnak, és mennyi ideig tartott? Hát igazából a legbonyolultabb, egy kis trabant. A legbonyolultabb az mindig a vadászatnak az a része, amikor tényleg odafigyel a stílusra a sajmász. Tehát erről órákig lehetne beszélni. Most egy gyors példát elmondok, például, hogyha az ember magas körözésben való stílusból vadászik egy sólyommal, ez általában tyúkfélékre vadászunk, egy fácára, fogolyra. Van egy vadmegálló kutya, meg kell szokja a kutyát. A kutya szépen megállja a vadat, ugye mutatja, hogy ott lapul a fácánunk, vagy a fogjunk, ilyenkor lekerül a sapka a madárról, elengedjük, és arra van megtanítva, hogy szűk körökben fölkörözzön minél magasabbra, ez akár több ezer méter is lehet, fölmegy, úgyhogy nem is látod akár, hogy guvasztod a szemed. És onnan csap le. És a vándorsólyom a kedvencünk erre a célra, mert a leggyorsabb állat a földön 440-nel jön lefele. Elképesztő látvány, hanghatás, sistereg a levegő, hogy jön lefele, és akkor egy nagy puffanás, amikor megrúgja a fölröpülő vadat. Olyan volt már, hogy... ki, bocsánat, a így van. Tehát ők elegánsan végzik, tulajdonképpen a helyzeti energiát használják. Hát belegondolsz, egy kilós állat, ha jön lefele ennyivel, az baromi nagy. Kicsit vandámos. Olyan volt már, hogy elrepült, aztán nem jött vissza? Előfordul ilyen, de ez nyilván leginkább a sajmász hibája. De ritka, tehát ez egy ritka dolog, tehát egy sajmásznak azért egyrészt sokba kerül egy ilyen állat, tehát baromira vigyázol rá. Másrészt, hogyha mindent jól csinálsz, akkor szinte kizárt a dolog. El is engedheted egyébként, nyugodtan majd itt körülnéz a stúdióba, a kis bagoly közben a számítógépet birtokba. Csak azért mondom egyébként, mert láttam egy ilyen nagyon jó felvételt, igazából a sztori volt érdekes, hogy egy természetfotós madarás rác fölment az egyik budapesti hídra, és fölvitte magával, szerintem egy bagolyról volt szó, és azt akarta megcsinálni, hogy elereszti a madarat, és aztán pedig visszajön hozzá a madár, és akkor látod, ahogy a felkelő vagy lemenő napnak a fényében érkezik a madár, és akkor azt mondta, hogy fölment, és így repülj, Rezső, vagy mit tudom, hogy itt repülj! Elrepült, és várt. És rohadtul nem jött vissza, szerencsétlen. Ez konkrétan megtörtént ez a történet, tehát ilyesmi előfordul, hogy rájön, hogy... Hát így nem, tehát így nem. Tehát valószínű az illető nem volt tudatában annak, hogy ezt hogy kell csinálni, és ennyi történt. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mit csinál, akkor ez nem fordulhat elő, tehát meg lehet arra is tanítani, hogy a belvárosban működjön. Tehát sokszor nekünk egy bemutató keretein belül ott van körülöttünk ugrálóvár, város, autó, busz, minden
ponifogat. Közterületesen. Így van, és ezek között kell működni az állatoknak, ami ugye abszolút nem természetes az ő számára. Nálunk van már ez például, hogy a ragadozó madarakkal levadáztatnak például galambokat, amik terhére vannak, mit tudom én, az ott lakóknak? Mert erről lehet hallani, mindenféle világvárosokban van ilyen. Létezik, tehát nálunk is működik ez, mi is az elsők közt voltunk, akik ezt a szolgáltatást is elkezdtük csinálni. Tulajdonképpen nagyon változatos helyeken, általában nagy mezőgazdasági vagy ipari területeken működik ez, városi környezetben más megoldásokkal szoktuk megoldani. Ilyenkor biztos, hogy a galambot választja, és mondjuk nem egy palota pincsét, amit én sétáltam. Erre konkrétan meg lehet tanítani. Tehát a természetben is úgy működik, hogy minden egyes. Palota pincsit. A pincsit ne! Bocs, mama! Bocsánat, csak közben a Janit kössétek láncra, el ne ragadja a sas. Na jó! Egyébként simán. Tehát, hogy a méreteimnél fogva én lennék számára a zsákmány állat, hogy tudod jóban. De tehát visszatérve az előző kérdésedre, ez úgy működik a természetben is, hogy minden egyes egyed zsákmány specialista. Tehát ő kiskorában megtanulja azt, hogy mik azok a zsákmányállatok, amit az ő lakóhelyén ő könnyen el tud ejteni, és azokra fog utazni, mert fölösleges köröket ugye nem szabad fusson, mert ilyen hal, hogyha elvesztegeti az energiáját. Mi is így dolgozunk. Tehát a mi madaraink is meg vannak tanítva arra, hogy mondjuk van egy, most itt a kezemen a sas, és akkor ő velem mondjuk nyulat akarok fogni, rókát akarok fogni, őzet akarok fogni, akkor erre fogom megtanítani, és megpróbálom elkerülni azt, hogy más zsákmányra induljon. És akkor ezt ki lehet alakítani szépen, hogy tudatosan sikertelenséget fogok neki okozni, tehát egy nagyon nehéz szituációba fogom a fiatal állatomat belengedni, amiben ő nem fog nyerni, viszont az ellenfél igen, innentől kezdve pedig megtanulja, hogy ez neki nem pálya. És a vadászaton, amikor így fölvonul a csapat, tehát mindenki megy a két csövűvel, megy a te meg odaállsz a sassal, vagy ez hogy van? Igen, volt ilyen is, például egy vaddisznóhajtásra meghívtak sassal, és akkor ott a visszatörő rókát, ilyesmit őzet foghattuk volna, ott mondjuk pont nem sikerült. Őzet? Igen. Ezt akartam kérdezni. De általában a sajmászok külön. Mi a legnagyobb állat, amit be tud ő fogni? Hát itt a kezemen lévő egy hím szirtisas, tehát a tojónál egy kicsit kisebb becske, a tojók mindig nagyobbak a ragadozóknál. Ő hány kiló egyébként? Hát olyan 4 kiló. 4 kiló. 4 kiló körül van. Hát egész nap cipelni, meg mondjuk egy tojót, ami 5 kiló, és mondjuk fogsz egy őzet, ami kizsigerelve is 10 pár kiló, az fönn a válladon, 10-10 kiló sárbocskor a lábadon. Várja, és az 5 kilós sas lány elkapja a 20 kilós őzet? Sőt, Közép-Ázsiában farkasra is vadásznak vele, ami meg még nagyobb. De tulajdonképpen még az őz egyszerűbbek közé tartozik. Leteríteni le tudja, tehát a földre ő le tudja dönteni. Ugye gondoljunk bele, az őz őznek a súlyának a nagy része magasan van, tehát magas a súlypont. Innentől kezdve a sas rutinból megtanulja, hogyha mondjuk belekapaszkodik valahol, akkor az nem lesz neki jó, viszont ha oldalról meg tudja borítani, tehát úgy ragadja meg, hogy oldalirányú mozgást végez, akkor felborítja. És onnantól kezdve neki már nehéz lenne felállni, ilyenkor jön képbe a sajmász, aki meg rohan, mint az őrült, és segít aztán a madarának. És gyakorlatilag az igaz, amit olvastam, hogy ők érzik azt, hogy melyik a leggyengébb állat, és azokat terítik le? Ez tökéletesen igaz, hiszen ezért is mondom mindig azt, hogy az egyik legállatbarátabb idézőjelbe vadászati mód, illetve természetbarátabb, mert ugye egy vadász az kiválasztja a puskájával mondjuk a legszebbet, a legerősebbet, míg a madár mindig a leggyengébbet fogja kiválasztani, tehát nagyon jó selejtez, nagyon jó szelektál. Ugyanaz történik, mint a természetben. A természetben is pontosan így működik, a leggyengébbet fogja elkapni. Tehát a természet így szelektálja ki a gyengébb egyedeket, hogy a ragadozó azt fogja meg. De érdekes. És most neki igazából, ugye ő itt, a Jani az előbb itt poénkodott, hogy le van ugye kötve a szeme. Ez pontosan miért van? Ha látna itt minket, akkor már megenne. Igen, de rajtunk is tudnak, hogy simán olyan sérüléseket okozni, amiben belehalunk, nem? Nem csinálna ilyet. Igazából valószínű megijedne, hogy itt ennyi minden fura dolog van, mikrofonok lógnak, mindenhol kábelek. Egyrészt hangos lenne, azért van rajta, ez letakarja a szemét, ez az eszköz, úgy hívjuk, hogy sapka. Ez bőrből készül, minden madárra féltő gond. Van, nagyon komolyan néz. Kényelmes egyébként. Legyen. Egyébként le is tudna venni, ha nagyon akarja, de igazából meg van rá tanítva, hogy ez neki így béke, így van a béke és nyugalom szigete. Tehát ha levenném, akkor nagy valószínűséggel itt, meg lehet, hogy lecsípni a mikrofonról mondjuk a szivacsot, akkor azt elkezdene itt. Azt kifizettetnénk veled, hát szörnyű. Elkezdene itt működni. A Zsűrrel egy fület. Jó, Zsűrnek már alig van valami ilyet, tudok. Bagolj már a mikrofonon át. Igen. A kis bagoly. Kisbagoly a mikrofonon. Nem annyira örülne neki, hogyha lekakál. Ti ilyesmiben, hogy beteg állatokon való segítség, tehát ha valaki bevisz hozzátok valamit, akkor az működő?
Így van, ez nagyon sűrűn előfordul. Jelen pillanatban is vannak ilyen állatok, tehát előfordul az, hogy behoznak hozzánk sérült madarat, vagy olyat, ami mondjuk fióka, és akkor mondjuk egy erdő kitermelésnél nem vették észre mondjuk a fészket, ez is elő szokott fordulni, vagy nem törődtek vele, aztán valaki megsajnálta, és akkor előbb-utóbb eljut hozzánk, és akkor, ha el lehet majd engedni, akkor elengedjük, ha pedig hosszú ideig kéne kezelni, vagy nem lehet elengedni, akkor pedig nyilván a természetvédelemmel nekünk is fel kell venni a kapcsolatot, és akkor mi hozzájuk, vagy eljuttatjuk, vagy ők adnak arra engedélyt, hogy kitaláljuk, hogy aztán mi legyen a sorsa. Most mi hogy állunk sasban, mi magyarok? Jók vagyunk, vagy baj van? Hát többféle sasunk van, ha arra gondolsz, ami a kezemen ül, szirtisas, hát ő belőle nem sok van, tehát egy-két költőpárunk van jelenleg, télen azonban az alföldi részekre. Bocsássák, igen, csak azért, igen, sas folyamatosan szivat téged, gyakorlatilag játszik. Ő indulni szeretne, vagy én nem is tudom, igen, a játszik. Kötelet egyfolytában. Ja, most a kesztyűre ment rá. Danielka kesztyűre akkurátosan szépen fel van tekerve az a kis istráng, póráz, vagy nem tudom mi, igen, amivel tartja a sas pedig folyamatosan szépen leszedegeti ezt az istrángot a kezéről. Igen, mert neki ez így szórakoztató. De ez nagyon vicces. Ez nagyon jó. El tudom képzelni, hogy úristen, ez a három madár, aki most világosodtam meg, ez a három madár, aki itt van, ezek a madarak ti vagytok. Jani, te vagy ő. Ez a kis bagoly itt a kezemben, amit nem sokára kedves hallgatók is láthatnak majd az Instán meg a Facebookon. A sas, hát az szerintem a Feri. Köszi. Mindenképpen. Igen. És az Uhu természetesen. Mind a ketten vaksik egy kicsit. A Balázs. Az Uhu, aki szokszó nélkül felzabált titeket. Igen. És aki nem lehet behozni a stúdióban egyfolytában pofázni. Egyébként tényleg. Megvagytok, ma megérkeztetek madarakban. Ja, jól van, kapaszkodik. Ő biztonságban van. Persze, ő megoldja. Okay, mi a következő feladat? Vagy erről nem lehet beszélni, mi a következő film? Igazából most konkrétan következő nincs, tehát most még majd várjuk. Igazából feladat mindig van, rutin feladatok vannak folyamatosan, tehát a feladat az mindig az, hogy az állataink jól legyenek, és akkor emellett, ha jut rá idő, akkor nyilván elmegyünk dolgozni is, mert gyakorlatilag nagyon sok energiánkat felemészti azt, hogy ennyi madárra dolgozunk, de hát ez az életünk, tehát igazából... Jól indulhat a napotok, mikor 6-kor felkeltek, elkezdtek etetni, és este 8-kor befejezitek. Jó esetben, igen. Tehát ugye nappal dolgozunk az állatokkal, aztán este neki lehet látni mondjuk a gazdasági például van egy kevésbé őrzött baromfi udvar a közelben, vagy ilyesmi. Igazából van segítség, tehát vannak szponzoraink, akik szoktak segíteni, takarmánnyal segítenek legtöbbször, vagy akár eljönnek és segítenek nálunk. Figyelj csak, a két gyerek nagyon régóta akar nálunk állatot, kéne egy ilyen sas. Van annak akadály, hogy otthon érted, jó helyen lakunk, Velencei tó, tudna repkedni. Attól függ, tehát a sassal például ez nem megoldható, egyrészt, tehát ez komoly szaktudás kell már, de például ami itt ül a kis bagoly Raminál, őket kettelésből is szokták tartani. Tehát, és lehet? Vannak megfelelő szabályok, amiket ugye be kell tartani, ez általában az ő lakhelyének, röpdéjének a mérete. Kell rendelkeznie, látod a lábán van egy lábgyűrű, ezen van egy kis szám, ez az ő rendszáma, ez tartozik egy papír, hogy te ezt nem a természetből raboltad, hanem tenyésztett állat, ezzel bizonyítod, és innentől kezdve a természetvédelemnek be kell jelentened, hogy egy ilyen van. Hogy van ilyen. De egyébként, ha szeretnék egy sast, ehhez nem kéne külön engedély? De ehhez kell. Tehát úgy működik a történet, hogy alapjáraton kell vadászatra jogosult legyél, mivel ő egy vadászmadár, kell egy vadászvizsga, kell sojmászvizsga hozzá, és kell természetvédelmi jogi vizsga, ezeket kell letenni. Tehát egy 2 éves sztori körülbelül mi végigzongorázod, és hát nagy elszántság kell. Tehát ragadozó madarat nappal itt, tehát ami a kezemen is hűsas, azt nem ajánlok olyannak, aki ebben nincs teljesen belebolondulva, mert rengeteg időbe kerül. Rengeteg idő. Plusz hát egy 50-70 évig él, úgyhogy azért így van, én most már elruházzam be sasra. Hosszú távú projekt. És ő mennyi idős, aki a te kezeden van most? Ő most itt 7 éves, aki a kezemen. És ő neki már ilyen eszmei értéke van? Vagy itt Magyarországon? Tisztázzuk, hogy mi az eszmei érték. Az eszmei érték a számodra gondolom mindenképpen. Nem, az eszmei, tehát az eszmei értéknek azt hívjuk, hogyha a természetben mondjuk elrontasz valamit, elpusztítasz egy állatnak a fészkét, ilyesmi, akkor azt fizetteti meg veled a hatóság. Igen. Ha úgy érted, hogy számomra milyen érzelmi értéke van, akkor nyilván mindegyik felbecsülhetetlen, hiszen nap mint nap dolgozok velük, gyakorlatilag velük élek. Én velük sokkal többet találkozom, mint emberekkel, úgyhogy nekem ők is a család, ők is a barátok. Igen. Ha gondolj,
Látjátok, lemelték ide a pincébe, hogy mindenféle dolgok vannak, szerintem rákcsalókat is találtok bőven, van még lent egy utóvédharcokat hívó német alakulat is, tehát így akármit, esetleg szerintem betálaszthatok egy kis vacsorát, ha gondoljátok. Kint az udvaron, hogyha mondjuk meglátom, mert mondtad, hogy találkoztatok cicával például, hogy a cicára majdnem rámozdult. Így van, a bagoly, ugye ő még fióka az uhú is, és akkor úgy érdekeltem, mert méretben akkora, ami számára megfelelően lenne kajának, de aztán közelebb vittük kíváncsiságban, nyilván nem engedtük volna oda, de csak kíváncsiságból ugye a békjóját fogta a feleségem, Sandra, és akkor oda vitte. És akkor nézegetett a bagoly, és megindult, de igazából tudjuk, hogy mi lett volna a forgatókönyv, az ilyen gyermeki kíváncsiság oda repült volna, és akkor valószínű arrébb ment volna, hiszen nem is volt igazából éhes, csak úgy megnézte volna, hogy mi az, így játszott volna, gyakorolt volna, hogy a macska pofozza a fon alatt, tehát ez olyasmi. Na jó, a macskák akkor megúszta. Dani, köszönjük szépen, nagyon hogy szépen köszönjük, nagy élmény volt. Köszönjük a meghívást. Choymas.hu, ugye, hogyha valaki akar több információt, és a felelős állattartásra, meg akkor még itt a végé, hogy mindenki számára piszik legyünk, azt hiszem így kell ezt mondani, hogy azért nem vegyünk sast otthonra. Csak igen, úgy. Csak jó, úgy van. Nagyon igen. Szépen köszönöm, nagyon sziasztok. Szépen, mi köszönjük, sziasztok. Köszönjük, köszönjük. Sziasztok. Jó, Raminál marad a kis bagoly. A kis bagoly. Nagyon sokan. A mai szed fel, Ramit, nyert. Hát tényleg. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Van egy vendégünk, méghozzá telefonos vendégünk, mert hogy azt gondolom, hogy az elmúlt időszak egyik legkomolyabb sporthíre született meg. Ugye itt az olimpia, már kiutazott az olimpiai csapat, itt volt nálunk a Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Nagyon jó arc volt, nem azért mondjuk. Így van. Hogy visszajusson a fülébe, de az se baj. De az se baj, ha elmondjátok neki, aki elmondta, hogy minden rendben van, nagyon küzdünk, nagyon szeretnénk aranyakat és sok-sok helyezést. Viszont egy hölgy már nincs ott. Na igen, picit szomorú a hír, mert igen, hogy a pénteken valaki bejelentette a visszavonulását, és egy igazi sportlegendáról van szó. Igen, én azon gondolkozom, hogy szomorkodunk, ugyanakkor olyat kapott tőle az egész nemzet Magyarország, érted? Minden sportrajongó ember, hogy szerintem nyilván most a végét látjuk, meg ő is a végét látja, ugye sírva jelentette be a visszavonulását. Igen, nagyon megható volt. De hogy igazából megörüljünk annak, hogy ő van nekünk, vagy volt nekünk, igen, így, mint sportoló, mert ha jó az adataim, akkor ugye háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világbajnok, 29-szeres Európa bajnok. Hát a Wikipedia azért nézünk utána, mert lehet, hogy nem tudom, majd ő megmondja, az biztos, hogy most igen, itt van velünk. Kovács Katalin, jó reggel! Szép jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Köszi a taksot! Nagyon szívesen, szerintem megérdemled. Jók voltak az adatok? Jók voltak az adatok, igen. Ha jól emlékszel. Ha jól emlékszel. Igen, igen. Én emlékszem rá. Mindegyikre. Tényleg ilyen EB címekre például emlékszel, hogy világkupa győzelmekre, ilyenekre egyszerűen, tehát ez fejben lehet tartani ennyi eredményt, ennyi érmet? Az EB-kre emlékszem, a világkupákra azért így nem mernék rögtön igen mondani, de biztosan föl tudnám idézni. Mikor jött el az a pillanat, amikor dúcolni kellett az oldalfalat az érmek miatt? Hogy benne szakadjon. Nem kell dúcolni. Igazság szerint mi csak érmeket kapunk, ami elég kevés helyet foglal, és így megvan a helyük a lakásban. Na, pénteken még sírósan mondtad ezt el, hogy itt a vége. Mi azok? Mármint, hogy a vége van, vagy hogy miért sírtam? Na, hát nem, azt tudjuk, hogy azért sírtam, mert vége van, de hogy miért van vége? Azok az teljesen egyszerű. Én Luca születése után, amikor 2 éve határoztam, hogy vissza szeretnék térni, és ott szeretnék lenni Rióban, akkor elkezdtem a felkészülést, és sajnos a válogató versenyeken nem tudtam úgy szerepelni, hogy kvalifikáljam magam Rióba. Én tudtam azt, hogy ha kijutok Rióba, ha nem, akkor is vége lesz a pályafutásomnak. De jobb lett volna. Egy hirtelen döntés volt, hanem végül is én már ezt így tudtam, hogy, vagyis hát átgondoltam, hogy tehát ennek kijutott, vége lesz. Ha kijutottál volna Rióba, akkor utána hoztam igen, volna meg igen, ezt. Igen, 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 igen. De mi azok? Elfáradtál, elég volt, úgy érezted, hogy nincs benned több, jöjjenek a fiatalok, vagy van más feladat az életben? Hát egyrésztről van egy kis családom, akikkel nagyon kevés időt tudtam eltölteni az elmúlt időszakban. Van egy 2 éves kislányom, és vele... Tessék? Igen, hallgatom, nem tudom, hogy miért, amit csak figyeltem. Tehát velem szeretnék tényleg nagyon sok időt eltölteni. Mondjuk nem 20 éves vagyok, hanem pont 2-szer annyi, tehát hogy ez egy olyan időszaka volt már az életemnek, ahol
hát be kell valljam, de már nem a kajakozás áll az első helyen. Uh-huh. És ha nem a kajakozás áll az első helyen az ember életében, akkor már nem lehet csinálni, mert akkor én úgy gondolom, hogy az ember már nem tud annyira eredményes lenni, nem tud 100%-ban arra koncentrálni, amit csinál, és akkor pedig váltani kell. És úgy érzed, hogy fizikailag még alkalmas lettél volna, hogy ott legyél a világ elitben? Mert azért, tehát hogy akármennyire is persze próbálunk meg nagyon udvariasak lenni, meg nagyon terelni, de hát az embernek a teste azért jelzi, hogy vissza kell vonulni. Jelzi, igen, ez nálam volt. Azt éreztem leginkább, hogy a regenerálódás nem megy már olyan gyorsan, mint akár 20 évesen. Meg nem csak testben, tehát fejben is azért azt érzem, hogy elfáradtam. Tehát közel 30 évet töltött ki a sport az életemből, ebből 20 év azért sport. Nem egy egyszerű élet, és nagyon keveset van otthon az ember, távol van a családjától, tehát én azt éreztem leginkább, hogy ott fáradtam el. Én a mai napig imádok edzeni, és imádtam edzeni, most is rendszeresen sportolok. Hát mindenki ezt mondja róla, hogy te vagy az első, aki a vízen, vagyis az utolsó, aki lejössz róla, tehát ez biztos nem lehet másképp. Elmondtad, hogy 20 év az élsportban az micsoda lemondásokkal jár. Érezted ezt a lemondást, vagy a sportsikerek azok kárpótolják az embert? Én a hétköznapokban abszolút nem éreztem. Talán az elmúlt egy-két évben éreztem azt, amióta mondom a kislányom megszületett, és úgy éreztem, hogy nagyon rossz édesanya vagyok, mert nagyon sokat vagyok távol, de amíg nem volt Luca, addig abszolút nem éreztem azt, hogy ez lemondás. De az se volt, hogy 22 évesen a barátnőid mentek péntek este egy buliba, és te 10-kor azt mondtad, hogy én hazamegyek, mert holnap reggel edzésem van. Nem, mert csak ajakos barátnőid volt. Ja, és akkor mindenki együtt hazament. Nem, én azért bulisztam, tehát nem feltétlen azok közé, azért sportolók közé tartoztam, akik mindenféle szabályt betartottak, persze mértékkel, de azért szórakozás is volt az életemben az elmúlt 20 évben. És én olvastam, nem tudom mennyire lehet hinni, hogy februárban nyilatkoztál, hogy Luca mellé lehet, hogy lesz még kistesó? Igen, nagyon szeretnénk. Én is nagy családban nőttem föl, nekem is van két nővérem, és természetesen szeretném, hogyha Lucának is lennének testvérei. Tehát a gyártási folyamaton már rajta vagytok az eredményen, még egyelőre várni kell. Igen. Na és mi lesz most? Ilyenkor ugye nagyon sokan, akik a sportból éltek, a sport volt a mindenük, egyszer csak ott állnak, hogy úristen, nem kell edzésre mennem, úristen, nem kell készülnöm a versenyre, nem kell ráhúznom még egy órát a medencében. Bármit csinálj, csak ne politizálj. Tehát mi lesz a jövő? Hát igen, én is féltem ettől, mert az élsport az egy hihetetlen rendszert ad az ember életének, és ettől én féltem, de most már úgy érzem, hogy kezd kialakulni az a rendszer, ami szükséges az én létemhez. Én, hogy mi lesz, az meg majd a jövő dönti el. Igazság szerint tehát vannak tervek a fejemben, amit szeretnék megvalósítani, és bízom benne, hogy ez egy sikeres dolog lesz, úgy, mint a kajakozás volt. Edzés, vagy edzősködés? Esetleg szóba jött? Hát igen, ez az alap, amiben beugrik. Nem feltétlen, közeli, mármint, hogy közel áll ahhoz, amit egy gyerektábor szeretnék megvalósítani. Én igazság szerint sok időt töltöttem még kisgyerekként táborban, hihetetlen jó emlékekkel gondolok vissza, és egy ilyet szeretnénk létrehozni, nem csak a kajakozás, hanem több sportág is szerepelne. De ez már most idén nyáron, nem még, ugye? Nem, hát már a nyárnak vége, meg azért ezt az augusztus nem búcsúztassuk így elsőjén. Hát jó, de azt azért nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, hogy ez tényleg egy jól működő dolog legyen, tehát ez rengeteg dolog van. Téli sportokkal nyitnátok. Hát ja, igen. És iskolában pedig nem járnának a gyerekek, igen. Na jó, van, akkor ehhez nagyon sok sikert kívánunk, hogy összejöjjön ez a történet. Ha valaki most azt mondja, hogy nyilván hallott a te sikereidről, és hogy szeretne utánad menni, és ugyanilyen szép eredményeket elérni, akkor mi lehet egy most fiatal kezdősportolónak a legjobb tanács ennyi év után?
Hú, ezt nem szeretem, ezt a kérdést. Menjen le a vízitelepre, üljön be a hajóba, érzékelje meg azt a közösséget, ami egy vízitelepen van, és akkor nem lesz kérdés számára, hogy kajakozni szeretne. Tanuljon meg hideg vízben fürdeni. Plusz a házi koszt. Igen, ugye ezek azért benneteket nem nagyon kényeztettek el edzési körülményekben. Hát azért nem panaszkodhatunk. Az elmúlt 20 évben rengeteget fejlődött a sportág, rengeteg pénz jut a sportra, tehát azért már nincsenek annyira rossz körülmények. Hát de a munkát nem lehet megsporolni. Így is van, azt bele kell tenni. Jó, igen. Nagyon örülünk, hogy hallottunk, nagyon köszönünk minden egyes érmet. Hálásak vagyunk minden sikerért. Én is köszönöm, és hallgatlak titeket, szeretettel, jók vagytok. Igyekszünk, köszönjük szépen, ha megvan a tábor, akkor szólj, aztán beszélgetünk. Jó, rendben. Segíteni. Köszönjük szépen. Szia, Kati, neked is. Szia, puszi. Szlovácska Katalin. Még egy nagy taps járnak. Annyira imádom ezt a csaj, gyerekek. Annyira jó példa, annyira nagyon. A küzdés maga is. Ember igen. Maradt fantasztikus végig. Sportember. Mindig. Egyébként ebből a szempontból mondjuk kajakkenúba el vagyunk kényeztetve, mert azért hölgyek között ugye volt Kőmáritánk is, azért ott van Janics Natasa is, ott van Kati is, hát mind valamilyen tekintetben, hát ebben a tekintetben sportemberek felülmúlhatatlanak, és azért egy olyan sport, ahol nem egyszerű évről évre, sőt nem, hogy évről évre, hát évtizedekre igen. Hozni a teljesítményt, hát meg hozni az érmeket, ráadásul itt is, akár csak a vízilabdában, csak az aranyérmeket fogadják el az emberek, csak annak örülni, hogy nem egyszerű, úgyhogy kevesen van, akik ezt végig tudja csinálni. Hát mondjuk ott volt Birgit Fischer, aki például 1980-ban még NDK színeiben indult, aztán még Athénban ott volt 2004-ben is. És ott is nyerni tudott. Tehát azért van egy-kettő ilyen, de hát egy másik bolygóról jött meg azért 80-ban az NDK színeiben, még a fiúk közt indult. Még azt sem tudod, igen, illetve hát később se tudtad, hogy hova tartozik. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az